uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk. Na, leengedtél szertának. Ennyi, gyerekek, ennyi, ennyire telt. Egy nagyon lendületes, nagyon lendületes beköszönésre. Úgy belekezdtek, kész, ennyi volt. Elfáradtam. Jó, mondjátok. Figyeljetek, ez a hétforduló, hát nagyon jól tudjuk, hogy 8-al egyenkor mindig egy picit nehezebb, de 8-al után már az ember kifelé megy az erdőből, úgyhogy, és pénteken vár minket egy nagyon jó kis szegedi kitelepülés, úgyhogy gondoljunk erre, húzzon át minket ez a héten. És ugye Szegeden, a Dugonics téren leszünk, onnan lesznek a rádiódások, és a Vastag Csabi, illetve Vastag Tamás is, majd fellép közvetlenül utánunk, utána pedig 15 óra 30-tól egy Kassa Tibi koncerten robban be az Erzsébet Liget. Be. Igen, két helyszínes klassz nyár. Ugye ez egy ilyen dupla csavaros történet. Dugonics tér délelőtt, aztán afternoon in the Erzsébet Liget. Indi Erzsébet Liget, Kassa TV. Majd 3:30-kor. De minket a Dugonics téren keresenek a szegediek. Szegeden foghatóak vagyunk? Persze. Igen. Vagy, igen. Van egy külön állomás, ami csak Szegeden szól. Így van. Még tartjuk az állásainkat, igen. Körben van sáncolva, szögesdrottak körben, és néhány sündisznó állás alatt védelmi Gyulánk. Jó, nem csak, ez csak egy logikus kérdés. Írjanak már a szegediek, hogy hallanak-e minket Szegeden, mert úgy tudom, hogy talán azon a környéken nem vagyunk annyira. Ha nem jön SMS, akkor nem. Azért mondom, hogy akkor nem hallják. Küldjük postagalambot, hogy ott leszünk a Dugonics téren. Rosszul tudom én, hogy azon a környéken. Ott van egy külön adó erre, ami nem szól már el a Békés Csaba Gyula térségbe. Odáig biztos nem. Bajban, de Szegeden, hogyha nagyon Szegeden szépen így ebben a szögben állított be a rádiónak az antennáját, akkor vagy. De aha, ha már egy kicsit így, akkor nem biztos. De jó, így igen. Akkor vagyunk. Egy csomó hallgatónk játszik velünk, ugye, és mindig hallom, hogy ki honnan telefonál, de az, hogy én Szegedről hívlak titeket, ez ritkább. Ritkább, tehát Balaton környéke, Veszprém megye, Baz megye, nagyon sokan. Na, most még. Kőszeg, most még kell mondani. Hát de most korán. De Szeged az ritkább, azért kérdezem, hogy vagyunk, jó. Igen, de ha máshogy nem akar internetes forrán mindenképpen, hogyha valaki mondjuk Japánban, Csiba tartományban tud minket hallgatni, ugye beszéltünk egy kedves hallgatónkkal, aki ott hallgat minket minden reggel, akkor Szegeden csak tudnak minket. Hát érted. Hát de most tök komoly. Most internet azért ott is van. Hát nagyon remélem. És nagyon régen voltunk már Szegeden. Úgyhogy mi is egy kicsit ki vagyunk éhezve, meg reméljük a szegedi hallgatók is ránk. Úgy legyen. 2 vagy 3 évvel ezelőtt, ugye? Talán akkor. Nagyon, nagyon régen. Az egyik tavaszi turnéban voltunk. Igen. Igen. Gyerekek, tegnap futballt néztem, most mondjátok meg. Na. Hát így a futball VB alatt nézd, itt az ideje. Nem vagy nagyon érdekelt. Tudom, azért én is távol vagyok tőle. Afroamerikai játékosok játszottak... Európai játékosokkal. Na, basszus, nem. Elfejtettem, hogy kik játszottak. Na. Jó vagy. A Drogba, hol játsz? Elefántcsontban? Elefántcsontban, kivel? Igen. De akkor ő afro. Kivel játszott? Hát a társaival, hát akikkel együtt. A többi focistával. Hát igen, voltak ott még 21-en rajta. Plusz a védőkkel. Mindig arra kaptam fel a fejem, hogy a csávó a sportriporter üvölt, és egészen sok helyzet volt a meccsen, közben éppen egy alföldi interjút olvastam a Magyar Narancsban, uh-huh, de ment a tévé. Akkor jó meccs volt, vagy jó volt az interjú? Ja, az interjú nagyon jó volt. Az interjú nagyon jó volt, mert a Magyar Narancsban van egy interjú az Alföldivel, a Dirkel, meg van egy interjú a reklámadóról. Tehát itt a 3-6 oldalon keresztül nagyon jó. Ó, de jó. Egy jó Udo Dirk Schneider interjú. Mi lehet az öreggel? Nem. Én is kíváncsi vagyok rá. Imádtam az eszekben. Igen. Ne, a Dirk Ergenszel van egy nagy interjú. Meg az Alföldivel is. Ezt olvastam. És közben ment a meccs. De nem tudom, hogy ki játszott. Uh-huh. Úgy feküdtem le, hogy nem tudtam mennyi az eredmény, csak néztem egy meccset, de nem tudtam, hogy mit nézek. De úgy érezted, hogy jó? Tehát nem. A sportriporter... Engem, amíg nincs egyenes kiesés, addig nem érdekelnek a csoport, mert csak azért sem, mert hogy már általában a legtöbb meccs eldőlt. Azt tudom, hogy az olaszok kiestek. Hát most mesélte Anna, angolok hazamennek, olaszok hazamennek, bizony, portugálok hazamentek, spanyolok hazamentek, uh-huh, gyakorlatilag már senki nincs bent. A görögökkel játszottam. Kik? Az elefántcsoport? Igen. Hát, Drogba játszótársai a görögök voltak. Drogba haverjai. És Drogba nagyon jó és volt. És mi lett a vége, János? Hát a Helének lenyomták 2-1-re elefántcsoportot. Oh, igen. Azt álltam az olaszokat, figyelj, ők vergődtek. Abba is belenéztem. Nem tudom, tegnap egész sok focit néztem, viszont kevesebb teniszt. Mert a szuper parabolám az elfáradt. Megfutta a szél a szuper parabolát, aztán nem jött a tenisz. Egy másfél óráig igazából nem jött a tenisz, úgyhogy valahogy ráfanyolottam a meccsre. Figyelj, ezek az olaszok a 80. percig ezen nem futottak. Már csak vergődtek. Feladták.
Még volt még 14 perc, mert vagy 5 percet hosszabbítottak, ezek nem akartak már futni a végén. Elfáradt azért. Volt egy-két támadás még, hogy próbáljanak egyenlíteni és ne essenek ki, de azt láttam rajtuk, hogy kifejezetten vergődnek. Azt úgy szeretem, amikor a kapus előre jön. A végén a Buffon előre szaladt. Hát, ha ő lő egy gólt. Igen. És akkor kérdeztem is tőle, a kaput. Kérdeztem ezért voltak tőle. Nagy bajban. Igen. Na akkor esett le neki. Basszus a más. Beállt védeni, igen. Nem értettem, a haversrác miért áll itt mellettem. Kérdeztem is így a tévén keresztül, hogy mi a Buffon kell, egy pofon. És ezt milyen jól tettél, hogy feldobta neki. Igen. Lehet, hogy azért szállt előre. Az nem? A gépernyőig, tudod. Elcsak, mi van ezt? Nekem mondtad? Nekem mondtad? Na mindegy, majd hétvégén lesz egy jó meccs, nem tudom, hogy mi, de az jónak ígérkezik. Jó, de fogadjunk rá. Na jó, arra megmondom, jó. Hogy miért, megmondom, milyen mes ez hétvégén. Holland-Mexikó. Én ebben nagyon hiszem, Mexico. Lehet, hogy ez nem, de Holland-Mexikónak kell lennie hétvégén, szerintem, és arra már fogadhatunk. Tán vasárnap este 6. Na. És ott kinek szeretnél? Én hollandokra teszem. Jó, nagyon jó. Akkor ennyi Mexikó. Az már egyenes kiesés. Tét nélküli, hogy jó. Jók a mexikóiak fociba jár. Hát hogy ne? Hát tovább jutottak a csoportba. Tekilába jók, de... Azt tudom. Igen, mert a drogkárteleik is nagyon aktív. Az európaiak gyengék, a dél-amerikaiak, közép-amerikaiak hasítanak. Hát nagy csodák vannak itt a VB-n. Nekem a favoritom tovább is Costa Rica. Én nekik drukkolom. Uh-huh. Én szeretem, hogy hát, ők megvertek két sztárcsapatot, és én nekik drukkolom. Legendás a te rajongásod kosztarikai. Hát ezt mindenki tudja. Figyelj, én találtam most egy gyenge csapatot, egy meglepetés csapatot, és ők a kosztarikaiak. Megvertek két nagy csapatot is, most már meg nem mondom, hogy kiket vertek meg a csoportjukban. De két nagyot. Két nagyot. De most mondtad. Laci! De még nincs itt. De már de most elmesz kávéra. Nincs itt, ja? Valakit árnyak mozogtak az ügyek. Így van. Ez nem lesz fel. De akartam, hogy nyomtasson már egy ilyen csoportot. De mindenki nekünk bármiféle nyomtatás, mikor itt vannak a mi futballkedvelő hallgatóink. Nem? Hát náluk jobban senki nem tudja megnyitni, majd kivel játszik Hollandia, kit nyomott le Costa Rica, mindent tudnak. Hát valamilyen okból kifolyólag mindenkinek van a kedvenc csapata, még akkor is, hogyha nem szereti a labdarúgást. Nekem nyilvánvalóan Belgium a favoritom, hiszen nagyon jó minőségű, prémium minőségű csokoládékkal árasztják a világot. A belga csoki miatt, nekem a belgák. Írta Laci, köszönöm. Írta Laci, egy pillanat, kávét főzünk. Nekem jó. Na figyeld, tessék, mondom neked. Anna behozott mindent. Olaszország, Uruguay, ez volt ma. Nem? Tegnap. Mármint tegnap. Görögország, elefantcsontpart. Na megkeresem neked, hogy ki játszik. Értem, a 8-ad döntő, persze, hát az már nincs beírva. Hát hogy lenne beírva? Hogy lát, nem tudjuk még ki a 8-ad. Hát ezt már tudjuk. Hogy? Most már tudjuk, de akkor, amikor azt csinálták, még nem így tudták. Van. Mert ha tudnánk, akkor mi a Forfortunán dolgoznánk. Igen, hát ott semmiképp nem dolgoznék. Ha tudnám, se dolgoznék. Na mindegy. Írjátok meg, kivel játszik Hollandia, jó? Hollandia, én, 5 vagy 10? Vagy te? Ellenfele, tíz. Mexikó, 10, jó? Na. Hétvégén? 10. Kezdjük el, mert itt van egy foci BB, és nem hasított át rajtunk a fogadási hullám. Az szívesen áthasít rajtam, azt se tudom, hogy a mexikói csapatban ki játszik. Kicsit bizonytalan vagyok a 11 méteres távolságáról a kapuval kapcsolatosan. Nem baj. De nem érdekes. Nem baj, a futballhoz én sértek annyira. Látod, ebből a... Basszus. Mi van? Na, mi van? Aj, nem örülök neki, ám most nem tudom, kinek szurkoljak, mert a közeljövőben várható, hogy Belgium, Dél-Korea. De vagy mes lesz. Istenem. A figyelj, eddig tele volt meglepetésekkel. Kedves telefonmárkám. Gyerekek. Kedves csokoládé, összecsap egymással. Aj, ne. Hajrá, Costa Rica. Uh-huh. Hajrá, Costa Rica. Jó, legyen jó, akkor. Jó. Hát most átragad rám egy picit a lelkesedésed. Ahogy ezt, de ülj belőle még egyszer. Hajrá, Costa Rica. Na, tessék. Hát így aztán nem igen. Könnyű távol maradni a VB-től. Ha ez a lelkesedésed. Figyelj, tök jó, hogy három pasi ül itt a stúdióban, ez ritka. Tehát mindenhol, minden férfi műsorvezető véres szemmel a fociról beszélget. De több folyamatosan kapcsolgatom napközben a kereskedelmi rádiókat. Mindegyikbe belehallgatok. Aztán valamelyik rémületből el tovább kapcsolok, valamelyiknél ott maradok. De hogy pasit nem tudsz ott úgy megszólaltatni mikrofon mögött, hogy ne a foci. Hát. Ülünk itt hárman, és olyan seggek vagyunk a focihoz, és ez nekem annyira tetszik. Hát. Ez így nem igaz, azért elhatárolódunk inkább finoman. Tök hülyék vagyunk. Na jó, nagyon okay. Hülyék, mind a hárman. Olyan hülyék vagyunk a focihoz, gyerekek, hogy hát, kivel játszik Hollandia, tudod, és valaki fogja a fejét a kocsiba, hogy úristen, hogy nem tudja, hogy a 8-ad döntőből, vagy a 4-ad döntőből, kivel játszik, hogy lehet ezt nem tudni, és kicsit jó érzés nem tudni. Hát, nem? Igen. Jó, egy tisztető vagyunk, különleges. Igen. Hogy mi viszont nem.
kifejezetten jól, jó érzés, ezt valahogy nem tudni. Nem könnyű. Én most regisztráltam egy pincelátogatásra a kőbányai Dreher pincerendszerbe hétvégére. Nagyon nehezen tudtam ezt a dolgot meglépni, és most egy picit jobban lázban tart, de hogy így... De hajrá, Belgium, ne hajj magad, Dél-Korea. Nem, Costa Rica. De jó, Costa Rica. Hát, írjátok már meg, hogy kit nyomott le Costa Rica. Drága Morning Show hallgatók, segítsetek egy kicsit. Két nagy csapatot is, tudom. Két olyan csapatot, akitől ki kellett volna kapni, ez a kis helyes kosztarikai válogatott. Én úgy szerettem mindig, amikor egy pici csapat így erőre kap, és megveri a nagyokat. És onnantól kezdve én nekik drukkolok. Tessék, hogy megmondtam, hogy Hollandia-Mexikó? Látod, Chile-Hollandia. Na, akkor én Chile vagyok. Chile-Hollandia, biztos? Nem Hollandia-Mexikó? Olaszokat és Uruguayt verte Hollandia-Chile. Hát, akkor tessé, nem lesz nehéz. Figyelj, ássuk munkat mélyebbre. Na, mondjad. Azt írja valaki, Olaszországot és Uruguayt verte. Aha. Gyerekek, a kosztarikai csapat megverte az olasz válogatottat. És Uruguayt. Hát kinek drukkoljunk, ha nem nekik. Bravo! Na, szép volt Kosztarika. Hajrá, csak volt. Így tovább, srác. Hát nem így van? Ez így nagyon szép. Te imádom nagyon az ilyet. Szép. Egy kicsi csapat, kicsi edzővel kivegy egy esélytelen világbajnokság, és hülyére vernek mindenki. És akkor Hollandia a bányász csapat ellen játszik? Chile ellen? Hát, ez a baj, hogy ott jön egy sújtó lég, aztán... Azért érted, csak ott óvatosan a karpid lámpákkal. Tessék, Uruguayt 3-1-re, olaszokat 1-0-ra. Jó, akkor azt írjátok meg, hogy mikor játszik Costa Rica, mert akkor abba is fogadunk. Csak azt már el fogom veszíteni, mert itt már egyenes kiesés, most már ki fog kapni. Nem baj, arra is fogadsz velem? Ha persze. De én ott teszek a Costa Rica. Tegyél rájuk. Tegyél. Istenem. Nem baj, a holland meccsen visszanyerem. Mert a hollandok viszont tovább jutnak. Chilével szemben, mit tudod te, hogy mit tud a chilei csapat? Igen? Hát persze. Na, mesélj, ki kell játszott. Istenem, hogy lehet így lehúzni Chilét? Ők vannak otthon egyrészt, érted? Igen? Hát, nagyobbat merítettél. Én nagyobb merítettem, de én bátrabb vagyok. Azt hittem, mondom, bemondott, hogy nem tudod, hol rendezik a futballt. Azt szerettem volna a legjobban, hiszen Chilében rendezik a futballvilágon, és teljesen jól, mit mondod. A chilei foci VB. Hát inkább hazai pálya, mint mondjuk Grúziának lenne. Ugye, tessék, vagy mint a hollandoknak. Na hát azért azok is messzebb vannak. Ráadásul ők is úgy, a jetlag is. Így van, Chilén mégiscsak közelebb van, nem kell annyit menni. Ennyi. Na, jó, meglátod, kicsit ott vannak. Simán lesztek, jó. Simán lehet. Szét fogja szedni a beizé szívott hollandokat. Vagy a focisták, nem? Hát, én most megyek be egyébként a városba, hogyha ha találok valahol olyan boltot, ahol lehet kapni egy kosztarigai? A kosztarigai válogatottnak a mezét, vagy zászlót, esetleg sapkát, aminek tapsolat tetejét, tudod. Vagy sört vagy lehet ilyesmi. Akkor, vagy ventilátort, akkor szerintem. Egy tapsolósat vegyél már, az nagyon jó. Hétvégére. Dél-Korea-Belgium lesz majd? Dél-Korea-Belgium. Aha. Azt meg kell, hogy tegyük. Azt meg kell, hogy tegyük. Dél-Koreával vagyok. Nem. Ja, de én Costa Ricát akarom. Jó, de a Dél-Korea, várjál, vegyük át, a Dél-Korea-Belgium mérkőzésen nem játszik Costa Rica. Ez igaz. Ott valaki mást kell választanod. És a Costa Rica tegnap játszott Angliával? Ez lehet? Behet. Felöllem. Az olaszokkal játszott. Nem, az olaszok tegnap kiestek, de nem a Costa Rica miatt esett ki. Costa Rica a görögökkel fog játszani, írja a hallgató. Costa Rica görög. Jó van. Hát ha eddig voltak a hallgatóinknak illúzióik, abban a kérdés, hogy van-e valami közünk a labdarúgáshoz, hát most megkapták a választ. Jó. Hajrá, Hungari! Na, csak mondom, Chile 2-0-ra verte a spanyolokat, úgyhogy ebből a Chile Hollandiából még lesz egy kis ló. De nem lehet Chile Hollandia, gyerekek. De hát te mondtad. Nem. Én Hollandia-Mexikót mondok hétvégére. Az is jó, abban is. Csak valaki azt írta, hogy Hollandia-Chile, de nem. Én a Holland-Mexikóra akartam veled fogadni, ami szerintem vasárnap lesz, és én ott megteszem a hollandokat 10 játékpénzre. Jó. De ha Chile játszik valahol, valakivel, akkor én Chilével vagyok. Na, tessék. Jó, a Brazíliával játszik, úgyhogy őt ne legyél Chilével. Az nem jó. Aha, így van. A brazilokkal játszanak. Végre megtaláltam. Figyeljetek, azért még nem menjünk el meccset kommentálni, nem? Hogy érzitek? Nem. A teniszre már jó lennék, de azért egy foci... Tehát erre még nem. Ne essünk be egy Costa Rica Görögországra majd, nem? Pihenjünk rá. Mit mondtál? Costa Rica kivel? Görögország. Így, ja, hát és ráadásul az elefántcsontpart. Drogbaverő. Görögország. Drogbaverő. De most miért kellett menjünk át a szerep? Gyerekek, vakon mondom, amit írtok, úgyhogy csak jót írjatok. Így van. Hajrá mindenkinek. Na, úgyhogy, hát akkor ez van. Ha? Feszülten várjuk a hétvégét. Ha, csak nem a meccsek miatt. Na, mindegy. Gyerekek, Wimbledon is van azért, arról ne feledkezzünk. Az is. Brazília-Costa Rica lesz.
Nem lehet. Na most ott mit csinálsz? Hát én tartom, én nem hátrálok meg. Akkor én bukok tízet. Én ez a csapat megérdemli, hogy én elbukjak tízet. Egy centit se hátrálsz? Nem. És milyen jól teszed? Szerintem tisztességből vannak azok a csapatok, aki mellé oda kell állni. Na. Meg vagyunk. Te, igen. Laci megoldotta. Ott kijutottunk. Megoldotta. Mész, hogy Kálmán bácsi megmond, ott vagyunk. Mondom a tutit. Okay. Igazán van a hallgatóinak. Igen. Tehát, Brazília, Chile, engedjük el, nem fogadunk. Igen. Akarsz a chileiekre? Nem. Hát hazai pálya. Kire akarsz? De most ott kinek hazai pálya? Hát ugye? Ja, hát milyen igen. Nagy kérdés? Na, de inkább egy picit a braziloknak. Hollandia, Mexikó. Igen. És fogadjunk a Kosztarika görögre. Jó. Mert én ott a kosztarikaiakat nem hagyom cserbe, viszont a görögök tök jók, mert éppen tegnap ejtették ki az olaszokat. Nagyon jó, ráadásul az úzójuk is finom, de jó. Velük vagyok, jó? Na, Vámosz Nikolusz, Nikolusz. Tudod, hogy hogy fut? A Félix vagy a félig görög játékos, Vámosz Nikolusz. De vajon kire szavazzak? A sajtfondűre vagy a szalszára? Oké, akkor én vagyok egyszer Mexikóval, ott a vagy Mexikóval, és vagy a görögökkel. Aztán te vagy Kosztarikával, és én vagyok a görögökkel. És elmondom neked, hogy ez ja, miért jó, ez mert mindegyik egy napon van, 6.29, azaz vasárnap. Nagyon jó, tehát vagy nullára jövünk ki, vagy az egyikünk marha gazdag lesz. 2x10? Aha. Jó. Hát na, nagyon jó, de király. Visszatértünk a bizniszbe. Úgy ez van, a játék. Lesz, csináljátok csak. Én meg majd elmegyek mászni, meg a tréhet pincelhetszel. Ja, még mi, tehát ja, én nem fogok a meccs előtt ülni. Hát, miért nem? Hát mi, minek? Nem mész ki te a partra, nem játszol a gyerekeiddel, oda leülsz a tévélé, majd a dög melegbe. Figyelj, egy Hollandia Mexikót nézd meg. Az egy jó meccs lesz, basszus, ráadásul egyenes kiesés. Hát ez már 8-at döntő. Hát az... Ha most az van, hogy most nekem el kéne kezdenem meccset nézni, akkor most hagyjuk abba ezt a fogadó. Megőrülnél? Végig kéne nézni egy Hollandia-Mexikót? Megbolondulnál? Hát szerintem igen. Aha. Maximum úgy, hogy a haverokkal egy jó teraszon fröccsel, az oké, de olyankor én szoktam háttal. Ülni. Én egyébként tényleg én szoktam háttal ülni a tévén. Hát én nem bírok másfél órát. Tökre megértem. 22 ember kerget egy labdát. És akkor van 1-0. Adjál már, mi volt az akció? Az az egy, de nem. Másfél órán kezdve 1-0. Azt mondja, nagyon izgalmas mérkőzés, 1-0. Ha most megmondom, hogy ki játssza a döntőt, akkor boldoggá tesztek? Hát... Ha most megmondom, hogy ki játssza a döntőt, akkor? Akkor mi lesz? Hát... Nem akkor, mondom meg? Akkor nem találod el. Akkor hülyeséget fogsz mondani. Na jó, de menjünk, mit kérsz? Mi legyen? Ha megmondod a döntőt, akkor mi legyen? Nem az eredményét, hogy mennyi. Nem, hogy ki játssza a döntőt, akkor szerintem egy hónapig jöhetsz hétre. Igen? Aha. Legalább metálkodunk, nem? Hát, ez jó. Ha megmondom a döntőt, jöhetek egy hónapig hétre? Igen. Aha. Én ebbe belemegyek. De ha nem mondom meg, akkor meg viszont mi fél ötre? Akkor mi jövünk hétre? Akkor ti jöttök fél nyolcra. Nem, ebben nem menjünk bele, ez egy ostoba jóslás lenne. Hát igen. Hallva ezt az elmúlt 20 percet, ez egy kissé reménytelen. De reménytelen produkció lenne, hagyjuk ezt. Nem, én mondjuk azt gondolom, hogy akkor nekünk mi lenne ebbe a jó? Tehát, hogy akkor izé. Mi, ha hétre jönne? Metál. Jó, de hogyha nem sikerül mégsem megtippelned, nem jön össze a zsákolás, a teli találat, akkor mi jöhetünk 8-ra. Na. Bocsa tévedés, nem a görögök ejtették ki az olaszokat, mert nem egy csoportban vannak. Mindegy. Tegnap voltam, és nem elfelejtettem. Jó, de hát az lett volna az igazán nagy bravúr. Na, érted? Ha nem is egy csoportban vannak, és úgy ejtik ki az olaszokat. Úgy kiejteni valakit, hogy egy csoportban vagytok bármikor. És ki úgy, hogy nem egy csoportban vagytok. Hát, az a teljesítmény. Figyeljetek. Kikejtették ki az olaszokat Zsűl tegnap. Neked, hát egy másik csapat. Miért akarsz rosszat a Zsűlnek? Érted? Eddig olyan sok szépet gondoltak róla a hallgatók, most meg. Gyerekek, esküszöm, néztem a Buffont, ahogy kiszaladt. Jó. És esküszöm, nem tök emlékszem, hogy kikkel játszottak, pedig szegény Buffon a nagy Miki Egér kesztyűjébe kirohant, hogy hát a feje még egy gólt, és arra is emlékszem, hogy a Pirlo az utolsó szabadrugásnál Buffont kereste. De nem úgy, hogy hátranézett, hogy ott van a kapuban, hanem neki akarta rúgni a labdát, hogy majd Buffon befejeli. Uruguay, hát ezt se tudjátok? Jaj, te hülye állatbarom. Hát nem tudjátok, hogy Uruguay? Oli vagyok. Anna lerakta elém a nemzeti sporton gyorsan. Ami címlapon hozza az eredményt, hogy Uruguay Olaszország. Neon sárga kiemelő filccel be van jelölve. Jó, csak mondom, hogy miért tévedtem, elmondjam, hogy miért tévedtem. Mert nem a görög zászló és a görög zászló és az Uruguay zászló nagyon hasonlít. Aha, ez megtévedtem. Az Uruguay zászló milyen? Ugyanolyan, mint a görög, csak van rajta egy napocska. Így van. Aha. Mind a kettőben kalasnyikovon, de az egyikben keresztben van téve kettő, a másikban csak egy. Na mindegy. Na jól van, jól van.
Hát ennyit a futballról, rovatot még nem indítunk. Nem. Jó? Nem. Hát de a Gundit. Már maga a rovat. A Gundit még ezen részen fölhívjuk, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet a brazil prostika. Már nem úgy, hogy Gundinak mi a tapasztalata, hanem hogy vannak-e. Tehát, hogy nem, mert hogy álltak, tele van. Bocs, Gundi, nem úgy, hogy most Gundikán mennyi volt, hanem hogy vannak-e, és hogy milyenek. Hát nagyon remélem, mert állítólag, igen, állítólag, hogy ilyen külön járatokat kellett, repülőgépjáratokat indítani, hogy feltöltsék a rendszert. Mert hogy viszonylag kevesebb voltak az egyébként rohadt sokan lévő braziliai örömlányok. Eddig nagyjából tudtam, ki kivel játszik, de most sikerült összezavarni, már fogalmam nincs. Jók vagytok, Dózsi írja nekünk. Na, kezdtünk. Gyerekek, mindent megtettünk. Na jó van. Oké. Viszont van egy jó hírem. Na. A prostata specifikus antigénem szintje. PSA? Aha. Nézettél vérből? Hát, ez vérből nézik. Igen, hát ugye nekünk már kell a B oldalon. És? Srácok, minden rendben van. Nem vagy veszélyeztetett? 0,59. Jó, de azt tudod, hogy ez csak fél eredmény, az igazi, az a manuális. Jó, de aki nem csinál semmit, ahhoz képest. Ja, ahhoz képest te 50%-a beljebb vagy. Nézettél PSA adatot tényleg? Vérből? A manuális is megcsináltathatjuk, ha van esetleg egy jó úgy ismerős. Én mindig van a csomagtartóban 3 kg öklöző zsír, úgyhogy... De minden rendben van. 4-5-ig mehetne fel egészbe, hát, és 0,59-en. Hallom? Igen. Nagyon menő. Bocs, kösz. Csak ezt el akartam mondani, mert hogy ez te volt az ő végé. Emiatt voltam egy picit még izgatottam. Az nagyon jó. Így a valaki, ne szórakozzatok. Most van a VB. Podcast, még sport. Gyerekek, a futball rendbe tettük, Janinak rendben van a PSI-ja, fél hét, és már egy csomó mindent megoldottunk. Hát minek még mennyi több boldog időt ember pazarolni erre a műsorra? Kicsit vidám vasárnap feeling van már itt benne a stúdió. Így van. Fél hét múlva pontosan 4 percen lehet jelentkezni a játékra, jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, örülünk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon értünk a futballhoz. Kifújtuk a szakmaórát az előző fél órában. Volt kidől tanulni. Volt, és még van hova fejlődni. Jól van. Na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Zsolt, hello Zsolt. Honnan hívsz minket? Útközben vagyok éppen Dunaújvárosban, de egyébként Szegedről. De jó, Szeged, nagyon jó. Hát, hallom, hogy kitelepültetnék. Megyünk. Bizonyán péntek Dugonis tér kora reggel, egészen hát ugye pirosig, és utána majd 3:30-kor már az Erzsébet ligetben jönnek a koncertek, Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, Huligán Szelgő, ez a Klassznyár első állomása lesz. Tökéletes. Jössz? Próbálkozom, igen. Szóval nem. Aha, ez elég kevés. Tényleg, megpróbálsz oda jönni? Megpróbálok, igen. Jó, mi ott leszünk a Dugonis tére reggel. Jó, ott indítjuk a Klassznyár első helyszínét. Kivel szeretné játszani, Zsolt? Veled, Balázs. De én már játszottam a egyetem. Hát és? Az nem baj. Ja. Én még nem. Az így, ez... Hát de jó. Ez szép. Ráadásul ki is kaptam. Mármint úgy, hogy Éva kihúzta az 1 percet. Hétfőn. Az jó. Oké, Zsolt, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Hallottad, hogy kiabálta Jani? Hallottam. Mit szállít a Zsolt? Nem szállítok. Az első eléd vetett irgalmatlan durva medve csapdát még elkerülted. Igen. Hát a második. A másodikba belesétáltál. Zsolt, ez nem volt hosszú. Nem. Sajnálom. Figyelj, ha jössz pénteken, akkor vagy egy visszavágó, vagy majd valahogy valami kitalálunk. Rendben. 6 órától? Ó, persze, 6-tól vagyunk. 6-tól 10-ig ott vagyok, így van. 6-tól 10-ig. Ahogy mondod, a Dugonics téren. Ha most nyertél volna, komolyan mondom, most bennem maradt az ígéret, mert hogy nem nyertél, de nyertél volna, ott a helyszínen odaadtuk volna neked. Igen. Jó, hát így utólag dobálózni, János. Hát azért is mondom. Igen. És hány Zsolt volt, jött volna oda? Én vagyok a Zsolt. Zsolt vagyok. Itt van Zsolt, aki szerdán játszott, tegye föl a kezét. Csak 3000 ember így bejelentkezik, tudod, hogy ő Zsolt. Igen. Na jó van. Zsoltikám, hát akkor pénteken, jó? Rendben. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Gyerekek,
Ott van. Jóvá tettem hétfői baklövésem. Hát nem, nagyon majd, jó. Ha még egyet megnyersz, akkor teszed jóvá, most nullán vagy. Ez igaz, kinulláztam saját magam, és ezáltal akkor 3-1. Szerdán nehéz. Ja? Ez igaz. Akkor neked talán még ez is összejön. Ezt egy kicsit nehezen tudnánk védeni, ha hallgatók is utána számolnak. 2-1. Kiváló, kiváló, jól indul a hét. Tök jó. Na de, van még egy nagyon fontos információ, amit át kell nektek adnom, és természetesen mindazoknak, akik már tűkön ülve várják a végeredményt, mondok nektek egy számot, 48.715. De jó! Ez a tegnapi szám. Igen? És az új szám? 60.378! Vízzolika Balaton című slágered dübörög a legismertebb videó megosztó portálon. Így van. 48.715-ről felugrott tegnap óta 60.378-ra ez a gyöngyszem. Jézus, ezt tetted, látod? Nézd meg. Vízzolika Balaton. Tetted, és toljuk tovább. Vízzolika Balaton. 100.000-ig megszállunk. Hát itt ne álljunk meg. Vízzolikát boldogát teszünk, aztán fölhívjuk, hogy elérte a 100.000-et. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És ma lesz csak igazából rossz idő, ma van a csúcspont, aztán jön a jó idő már. Hétvége felé egészen jó, holnap már szakadozik a felhőzet, pénteken javul, ami nekünk ugye azért is fontos, mert hogy Szegeden vagyunk majd, a komplet, hát nem csak mi, a komplet rádió szinte, mert hogy Csabi is jön, Piros is jön, ők velünk együtt a Dugonics téren lesznek majd, ugye a Klassznyár első állomásán Szegeden. És Szegeden a Dugonis téren jön majd még 10 órára Vastag Csaba és Vastag Tamás is. Gyerekek, Vastagék koncertet adnak. Hát nagyon jó. Az nagyon komoly lesz. És utána átmegyünk majd az Erzsébet ligetbe, ahol Kassa TV, Rúzsa Magdi, a Hooligans és az Ergő zenekar játszik majd, ugye 8:30-kor lépnek a gidák és a főgida színpadra. Nincs gida? Én úgy tudom, most csak egy gida van a Robi? Valami volt. Bárhogy már. Hát pár héttel ezelőtt volt valami gidavesztés. Csak az ünnő maradt. De a gidák nem mondtak el minden koncert előtt, jó, 20, hiszek egyet. Le! És 16 üdvözli egy Máriát? Vagy... Le, valami összetűzés volt. Mert nem lett volna hiteles. Hát nem lett, igen, 18 és nagyon szexi csajoknál az nem annyira hiteles. Mindegy, Robi lesz ez a lényeg, és hát tulajdonképpen ez róla szól. Tehát ez az Ergő az önmagában ugye szikora Robi. Úgyhogy Szeged, Klassznyár, Dugonics tér, Erzsébet liget, ezt a két helyszínt kell beütni a szegedieknek. Pénteken 6 órakor ott vagyunk. Jó, Szegedre ritkán megyünk, úgyhogy szívesen találkoznánk ott minden szegedi hallgatók. Ez Szegede jók a csajok, gyerekek. Azt mondod? Igen, van egy-két város, ahol nagyon jó. Most nem megsértve a többi várost, hanem hogy van egy-két város, ahol kifejezetten legendásan. Nem mondom, Szeged például, ilyen Pécs ilyen, ahol nagyon szép lányok vannak, Szegeden is nagyon szép csajok vannak. Tehát van egy-két. Tehát fura. Mindenhol szépek a magyar lányok, de van egy-két hely, ahol egyetemváros, sok fiatal. Szegeden? Valami a víz, vagy mi? Az éghajlat? Vagy... Hát attól nem lesznek szebbek. Hát mindig süt a nap, ugye? Tehát egy ilyen kedves kis barna bőr jön rá, és a Tisza vize valószínűleg. A Tisza. A szőke Tisza. Azaz. Na, szóval, hogy ez lesz Szegedem. Jó az időjárás, amíg visszatérve, tulajdonképpen hétvégére már egészen jól lehet tervezni. Legalábbis ezt olvastuk, ma olyan 17 és 24 fok lesz, tehát nem kell nagyon fölöltözni, bármennyire is borult az idő. Sopron-Győri út Aldi előtt a városból kifelé tartókat unatkozó egyenruhás 50 felett fotózza. Ezt Vézoli küldte nekünk. Vézoli? De ez nem az a Vézoli. Hát de Vézoli Balaton, hogy az Zolika is minket hallgatna. Igen. Vézolikát fölhívjuk előbb-utóbb, amikor eléri a 100.000-et. Így van. Azon még dolgoznunk kell kicsit. Azért tényleg vannak ilyen rejtett gyöngyszemek a különböző videó megosztó portálokon. Vézolika, én azt gondolom, hogy méltatlanul kevés ember számára ismerős. De erről már gondoskodtunk. Arról, arcról.
Így van. 47 ezerről tegnap fölvittük már most. 60 ezerre. Több mint 60 ezerre. Ha 100 ezeret eléri Zolika, nekünk köszönhetően akkor fölhívjuk Zolikát. És beszélünk V. Zolikával, hogy mi a helyzet a Balatonon, meg itt egyáltalán. A, mi a helyzet a két fiával, mert szerintem ők szerepelnek a videóklipben, most nézegettem az arcukat. Igen. Trafi forrón az Encs felül érkezőket mérik, üdv ördög. Trafi a 47-esen Derecske és Berettyóújfalú között üzente nekünk Hari. 65-ös főút, Siófok közelében a reptérnél mérnek, ezt István küldte nekünk, és Karcagnál, a 4-esen a Molkútnál trafi, a Debrecen felé tartókat mérik 60-as táblánál. Hát ez, igen. Lehet, hogy néha ugyanazt mondom többször, ugye? Két kutyus fut Zámoly után Fehérvár felé, aki tud segítsen, mert nagy a forgalom, ezt pedig Móni küldte. Na, csiszolgatom egyébként a szövegeket, a tegnapiakat, amiket már itt elkezdtem papíron. Most picit belenyúltam az egyikbe, kicsit változtattam rajta, úgyhogy most ott tartunk, hogy van egy lovan, de nem deres, Digo Lambo, metalveres. Digo Lambo. Csináljad, mert utána Tibivel megíratjuk a dalt. Zenét fölé nekeljük, és lesz egy mulatosunk, és elérünk 100 000 kattintást. Ferrari olyan közhelyes, úgyhogy inkább Lambo. Jó. Jó. Most az a kérdés az, hogy mit csinál most Elmiki? Most ebben a pillanatban tényleg mit csinál? Tudod, mit csinál most Elmuki? Az ő élete irigylése még. Éjjel-nappal buli. És a lányok rajta gyakorolnak. Gyakorolj rajtam bátran, vagy mi volt? Mi volt tegnap a szöveg? Gyakorolj rajtam bátran. Atyaisten. Bali, szeretnék köszönetet mondani neked. Így indul az SMS. Kb. Két hete mondtad Janinak, hogy legyen tökösebb és vállalja fel a konfliktusokat. Hát az már régebben volt, mint két hete, ugye a sorban állásos konfliktus, hogy ne hagyja, hogy arrébb lökjék. 21 vagyok, idegenekkel szemben sokszor kerültem az ilyen helyzeteket, de attól a naptól kezdve viszont egy az egyben felveszem a harcot. Azóta megharcoltam egy parkolóhelyért, kiosztottam az egyik munkatársam, de a legnagyobb dolog, amikor megvédtem a barátnőmet, amiből majdnem verekedés is lett. Sokkal jobban veszem az akadályokat, nem vagyok annyira óvatos. Ami a legfontosabb, hogy magabiztos vagyok, és határozottam. Köszönöm. De jó. Most meg fogják verni a Krisza miattad. Jelenleg egy korvász intenzív osztályán fekszem. Igen. Ezt az SMS helyettem egy ápolónő írta be. Ugye arról beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, hogy Jani mindig hagyja, hogyha beállnak elé a sorba, és nem szól, és várjuk az embert, aki azóta nem jött, és mondtam Janinak, hogy vállalja ezeket a konfliktusokat, ezek mind az élet nagy tanítása, hogy álljon ki magáért az ember, ne hagyja, hogy félrelökjék, legalább szólj rá, ahogy én is két napja rászóltam egy családra, mert beálltak tök pofátlanul elénk. Egy Szent János Bogár nézésen. majd erről mesélek. Szent János Bogarat mentünk nézni, de helyesek voltak, nem, csak nem tudták, hogy hol a sor vége. Nem bírtam ki. De aztán ott maradtak, és mondtam neki, hogy maradjatok nyugodtan, nekem nem az volt a cél, hogy hátra menjetek, hanem az, hogy tudjátok, hogy rossz. Ezt mondd el, mert ez jól tűnik majd később. Jó, erről majd mesélek. Jól tűnik, ez jó sztori. A Szent János Bogár nézés nagyon jó. Én is egyébként kerestem a konfliktust, de aztán valószínűleg az, akire vonatkozott volna ez a történet, szintén minket hallgatott, és ő viszont konfliktus kerülővé vált. Mert utána nem találkoztam már vele, miközben addig szinte naponta. Na mindegy, ugye erről beszéltünk, és erre kapcsolódik a hallgató SMS-e, hogy ezt ő hallotta, és fény gyúlt az ő kis fejében, és azóta ő kiáll magáért, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy hagyja az ember magát ilyen szituációban, és ne szóljon rá az elő te beállóra, vagy sorbeállóra, hogy álljon ki magáért, és mondja azt, hogy figyelj, hát tudod, ez itt a sor, én is. Igen, megismersz, én vagyok a vevő, aki szeretne ugyanúgy vásárolni, mint te. És látod, hogy ez csak egy ilyen kósza gondolat itt negyed hétkor, és közben ebből azóta életeket mentettél meg. Hát de milyen fontos probléma volt, amit felvetettél, és hová eljutottunk? Hát hogy megváltoztatod egy embernek a jellemét? Illetve hát neked még nem tudtam, mert azóta nem jött az ember, aki bepofátlankodik reggel eléd a sorba. Nem, a kerületet is elhagyta, sőt az országot is. Ott fut a gyáva. Ez az, nem vállalja a konfliktust. Igen. Gratulálunk, Krisz, nagyon ügyes vagy. Na, ilyen konfliktus helyzet megoldást kellett volna alkalmaznom. Tegnap mentem a rá. Tele vagy a héten problémákkal, ezt én úgy szeretem. Én ezt szeretem, mikor te mindig bedobsz így valamit. Hol a 7 év, hol most egy újabb dolog. Én nem tudom, mi van velem, de rám jár a rúd. Megyek tegnap a Fiumei úton hazafelé. Ez ugye itt a rádióból, hogyha elmegyünk jobbra, akkor ott található. Ez egy nagyon, általában nagyon forgalmas, ilyen viszonylag hülyén van, kanyarodó sáv, meg minden. Óriás full dugó volt, és jött a mentőautó, akinek ugye arra volt dolga. Mindenki húzódott le, mint az állat. Mindenki próbált neki helyet adni, a mentő ment, és mit gondoltok, ki ment mögötte? Fogadjuk, hogy egy Dacia Logan is. Nem, fogadjuk, hogy egy paraszt Audi is megint, egy paré Audi is
egy nagy A8-assal, a kedvenc Audi márkánk most már. Ez a Balaton A8. Nem, a széthúzódó sorban, mikor a mentő siet, dolga van, és te 5 centire mögöttem ész. Biztos, hogy egy Audi A8, nem egy Audi A6? Vagy nem egy S8? Van különbség? Csak megpróbálom benneteket összezavarni. Megpróbálom az Audisok egy részét tisztára mosni. Nem, tök mindegy. De rosszul vagyok az ilyen sztereotípiáktól. Nem akarok általánosítani, de miért megint egy Audis? Hát igen, most a sztereotípiák azok olyan dolgok, hogy azok azért sztereotípiák, mert nagyon sok igazság van bennük. Láttál te már Wagoner pluszost, mondjuk? De most komolyan kérdezem. Mentő után menni? Láttál mondjuk egy Wagoner pluszost, egy mentő után menni, kihasználva a helyzetet? Figyeljetek. Úgy mond kihasználva a helyzetet. Mert ők azt mondják magukról, hogy ők szemfülesek, de nem azt mondja, hogy pofátlan bunkó vagyok, hanem én vagyok az okos, én vagyok az ügyes. Én azért nem szemfüles, csak mondom, hogyha ez esetleg valakinek nem lenne meg, hogy a mentő ott bármikor befékezhet, mert hogyha a sor nem tud szétnyílni, mert akkor a forgalom, akkor ő be fog fékezni, és az Audis a 1 centire a mentő mögött menve úgy fogja telibe kapni a mentőt, hogy öröm lesz nézni. Kikérem magamnak, meg Audis, hogy nem, kikérem magamnak, nem mert bele, ha kerámia fékek vannak is, az egy S8-as. Meg tudok vezetni, mert én jó vezetek, az Audis, nem úgy, mint. Nem, de nem attól vagyok rosszul, hogy ebben nincs igazad. Tehát ebben igazad van. Az ilyen sztereotíp dolgoktól vagyok rosszul, hogy a paraszt Audis. Hát nem minden Audis paraszt. Hát most miért kell az összes Audis leparasztolni? Mert ez egy paraszt volt, aki ott ment mögötte, és élelmes. Amit Janima, nem éle, most mondtuk el. Nem, az élelmesség az nem ez. Kihasznált egy rés a pajzson. Kivételek azt, mindig vannak, a rést, azt az a kategória, amiről a Feri beszél, az egyértelműen paraszt. Ez így, egyébként ebben és igazatok nem akarunk ebben megbántani senkit, aki mondjuk a föld megművelőséből él. Ez ebben igazatok van, soha, de soha nem megyek mentőautó után. Csak előtte a szirénázik. Csak a szirénázik. Csak a értelme van. Nem lehet röhögcsélni a dolgot, csak ez egy olyan, szerintem ez egy olyan, annyira egyrészt marha veszélyes, másrészt meg mindenki, aki segíteni akar a mentőn, ebben tök igazad van, tényleg. Az megy utána. Meg ez ugyanaz, mint amikor a izével a jeepesek mennek a leállósávban. Áll a forgalom a balcsin. Szálljunk le egy picit a jeepes tél. Értem én, hogy minden jeepes paraszt, minden Audis paraszt, mindenki, akinek jó autója van, paraszt, de hogy azért tételezzük fel azt, hogy azért ennek bizonyos százaléka jó munkát csinál, tehetséges, megdolgozott a pénzért, nem pénzmosásból él, nem aranynyaklánca van, nem a keletinél valutázik, és nem azért vett nagy autót, mert gangster, hanem azért vett, mert mondjuk van egy jó állás, és megteheti, de normális ember ül benne. Vagy. Tehát azért de hagyjuk az ilyen típusú. Azt gondolod, hogy ez egy személyeskedés, de te még nem vagy paraszt Audis, hiszen paraszt roveres. Meg kell, hogy védjem őket, hát azért nem minden jeepes, nem minden Audis, nem minden BMW-s paraszt, vannak sztereotípiek, de akkor én is mindjárt mondok párat, és szatázzunk, de hogy azért ne mondjuk ezt így ebben a formában. Jó, van aki egy felsővezető, egy komoly cégnél, van egy Audi A6-os, egyébként tök normálisan vezet. Egy dolgot tegyünk tisztába, engem nem érdekel, hogy miből vetted a terepjáródat, nem ez a baj. De minden jeepes paraszt. De nem ez a baj, hogy izéből a vezérigazgatói fizetésből van terepjáród, vagy arany lopásból. Az tök mindegy. Itt nem erről van szó. Senki nem feszegeti. Hát teszek rá, hogy te miből veszel magadnak mekkora autót, meg az összes barátod. Te mondtad, hogy minden jeepes paraszt? Nem, valami nem, ezt nem mondtad. Ja, mert kicsit úgy érzem, hogy fel kell vennem a kesztyűt, és elmentük ilyen irányba. Azért nyilván persze hatalmas igazságtartalma, vannak kivételek is, de azért az inkább igaz, hogy minden luxus suvos, illetve a legtöbb, vagy sokkal több luxus suvos paraszt, mint mondjuk Suzuki is. Na ezt én például nem így gondolom. Na ezt én például tök máshogy gondolom. Jó. Mert szerintem rátok ugyanúgy akkor te igaz. Te biztos nem láttad azt a képet például, ami most terjed a világháló mindenfelé. Dehogy nem. Három mozgássérült parkolót foglal el. Egy nem. De én ezzel egyetértek. Én azt gondolom egyébként, hogy akkor mindjárt iszom még egy kávét, és akkor megvédem magam, hogy... hogy szerintem minden típusra, minden autótípusra igaz egyfajta sztereotípia, de ti, akik ugye a másfajta autóval, másfajta vezetési kultúrát követtek, és inkább a Dacia Logan, a Suzuki, a kispolgári vezetés kategóriájába tartoztok, máshogy vezettek, mint a paraszt jeepesek, de ugyanúgy igaz rátok...
egy csomó negatív dolog, mint ránk jeepesekre, mert hogy szerintem nem minden jeepes bunkó, mint hogy nem minden Suzuki se bunkó, de megvan a kis autósztereotípia. Mindig vannak, ezt hangsúlyozom. A kis autósztereotípia is megvan, meg a nagy autósztereotípia is megvan. Azt akarod mondani, hogy csak azért nem előznek a belső sávban, mondjuk dugóban az M7-esen a Suzuki-sok, mert nekik nem elég nagy teljesítmény az autójuk, hogy ezt megtegyék, ugye? Én azt gondolom, hogy ha beáll az M7-es és lemenni a leálló sávba, az a bátor. Az korrekt, az igaz, hogy korrekt, mert nem, se a rendőr, se a mentő nem tud elmenni. Az igaz, hogy bátorság, tessék. Veszélyes. Jó, akkor mondjatok, most akkor mondjatok valamit, aztán mondom én. Tehát például a vád az, hogy akkor mi kimegyünk a leállósába, a Balatonon dugó van Pest felé, vasárnap este, és megyünk a leállósába. Igen. Ez a nagy autósok sztereotíp. X6, M5, X5, X3, ML, nem sorolom fel az összeset. Uh-huh. G-merci, mit tudom én, stb. Audi igen. Q7. Igen. Jó. Mondjad a másikat neki. Tessék. Hát, bocsáss meg, például te mikor látsz olyat, hogy még kis autós kifelé jövet, vagy befelé menet, a körforgalomba kifelé menet, mondjuk nem indexel. Ami szerintem egy alapvető dolog, mert fáj, vagy mert sokat fogyaszt, vagy miért? Most megint az jön, hogy azért, mert jeepen van, én nem indexelek. Most azért, mert nekem nagy autó van, én nem mindegy szeret. Hát ez egy sztereotípia, megint, amit meg kell védenem. Elég sokat ülök mellett az autódba, de még mindig azt veszem észre, hogy az index gombod le van fóliázva. Még az eredeti gyári csomagolás van rajta. Jó, akkor mondok én is kis autó sztereotípiát. Tessék, miért van az, hogy aki kis autóban ül, az népnevelő szándékkal mindig meg akarja regulázni azokat, akik egyébként nála szeretnének gyorsabban menni. Miért látod azt, hogy a Balatonon az M7-es felé egy Dacia Logan-es, egy kis Opel Astra-s vagy egy Suzuki is neveli az egyébként mögötte 3 kilométerre feltorlódott sort, azért, mert nem hajlandó kimenni a külső sávba, és ő egyébként 110-zel megy a belsőbe, és mindig lát egy kamiont, amit még éppen meg akar előzni, és a büdös életbe ezt így meglátja Fehérvárnál, ezt a kamionsort, és valahol Zamárdi környékén jön le, hogy most már nem akarok többet megelőzni, lemegyek jobbra. Miért éreztek ti kis autósok akkor ellenállhatatlan vágyat az iránt, hogy megneveljétek azokat az embereket, akik egyébként bérből és fizetésből vettek egy gyorsabb autót, nem összelopták, csak szeretnének mondjuk 130-al, ne agyisten 135-tel menni az autópályán, tessék. Azt tudom mondani, amit te mondtál az előbb, mert nekünk ez a bátorság. Érted? Nem. A négykarikásoknál az a bátorság, ugye, ami hát azért másképp is lehetne nevezni, egy más jelzővel, kevésbé hízelgővel, hogy mondjuk a leállósába hasít előre fele. Az is paraszt dolog. Igen. Csak én mindig azt mondom, hogy te meg ne neveljél. Mert honnan tudod, hogy az például, aki megy a másik. Ne neveljél! De bennetek van ez a fajta... Annyival megyünk, amennyivel megyünk. Van egy rendesen, és akkor nem kell nevelni. De nem, van egy autótípus, márka. A kis autósok, azok, akik hétvégi sofőrök, azok, akik úgy vezetnek, hogy nagyon vigyáznak az autóra, hátul bólogató kutya van, kalapban van, hogy ők majd megnevelik komplett Budapestet. Megnevelik a Balatonra haladókat, megnevelik a Debrecen felé haladókat. Miért kell nevelni? Miért nem lehet kimenni jobbra? Miért kell 110-el egyébként féklámpát villogtatni a belső sávba, hogy ne menjél olyan gyorsan. Mi köze van ahhoz, hogy én mennyivel megyek? Miért nem csinál ilyet egy BMW-s, aki meg mondjuk hátulról jön reflektorra? Tehát minden autónak megvan a sztereotípia, most nem olyan, hogy mi parasztok, meg ti, akik a mennybe mentek. Hát te mondod, hogy ne neveljünk, de te közben az MX-5-ösöddel villoghatsz. Én szoktam villogni, de én be... Tessék? A villogás az kasa. Szerintem igen. A izé az nem kasa. Szerintem a villogás az azért jó, mert megelőzöl vele egy csomó balesetet. Tehát én akkor villogok például, amikor megyek a belső sávban az autópályán, és látom, hogy nem érzi a tempómat, és látom, hogy beért egy kamion mögé a külső sávban, és már gondolkozik, mert én látom rajta, hogy már elindul a külső sávba. Mit csinálok? Rávillogok, hogy sokkal gyorsabban jövök, vedd észre, hogy ne gyere ki, mert balesetet fogsz okozni. Ezzel nem teremtesz baleset veszélyes helyzetet? De egy nappal egy reflektorral miért teremtenél? Azért, akkor mert benne van, De most nem arról beszélek, amikor a seggébe mész, hanem amikor ő még a külső sávba jön, de te már elindul befelé, te pedig jössz a belsőbe, és villantasz kettőt, hogy ne gyere ki, várd meg, amíg leelőzlek, és utána szépen tempóvesztés nélkül előzd meg a kamion. Mert úgy értelmezi, hogy jöhetsz. Tehát egyébként így van. Tehát ő ne jöjjön ki, mert te 170-nel mész. Nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy 130-al mész? Nem annyival. Nem, megyek mondjuk egy 140-et, mert mennek sokan 140-nel. Én azt mondom, hogy a kis autó szokott úgy kijönni, hogy egyébként a nagy autósnak kell sokszor elkerülni a balesetet, mert a kis autós mit
mit lát, vagy egy típusú sofőr mit lát, inkább így mondom, nem a kis autóval van a baj. Itt ez a kamion, megelőzöm. Mindegy, hogy mi történik. Mindegy, hogy mögötte jönnek, gyorsabb a belsőség. Ő ezt a kamion most megelőzi, mert ő neki ezt most meg kell előzni. Tehát többen vagyunk a pályán, annak ritmusa van, annak máshogy kell előzni egy autópályán. Nem jön ki eléd egy ML, de kijön egy Dacia Logan, és aztán elkezdi nyomni a dudát, és integet neked. Érted? Hozzáállásnak tartom, hogy a kisautós tudja, hol a helye. Te csak előzgessél, te csak hallgassál. Te csak nem ezt mondom, most rám szálltatok. Hogy hívják, hogy arra szolgassál csak le a Balatonit. Nem ezt mondom, én azt mondom, hogy izzadjál csak a kis nyomorult autódba. 90-nel megy a kamion, menjél te is 90-nél. Nem ez, a kis autó sokszor nem érzi, mert nincs meg az a ritmus érzéke, hogy hogy kell elengedni egy gyorsabbat, majd tempóvesztés nélkül megelőzni a kamiont. Ilyet mondjuk egy nagy autós nem csinál, mert érzi, hogy már jön annyira gyorsan. Tehát valahogy a kis autós, mondjuk egy Dacia Logan-es, vagy egy népnevelő 60 éves bácsika, nem méri föl a távolságot. Érted? Miért van az például, azt miért csinálják, hogy ha például valaki megy a belső sávba Balatonon, vagy a leálló sávba, ami nem egy jó dolog, de sose tudhatod, hogy szül, nem szül, baja van, senkinek semmi köze hozzá, ha megbüntetik, büntessék meg. Miért mindig a kisautós népnevel és megy ki a leálló sávba, úgyhogy nem engedi el a mögötte lévőt? Tessék, azt miért csináljátok akkor? Mert ismeri az érvényes jogszabályokat veled ellentétben. De én nem megyek a leállósába. De miért kell népnevelni? Érted, hogy mit mondok? Értem. Tehát kinek, ha én állok a dugóban, és mellettem elmennek a leállósába, engem nem érdekel. De nem állok ki megakadályozni, a Suzuki is az öreg bácsikával és az öreg nénikével kiáll és megvereti magát, és beáll az X6-os elé. Mi köze van neki meg a dolgot, mert te azzal, hogy villogsz meg a fenekébe, igen? Vagy meg tombolsz, hogy ő kijött elé, te ugyanúgy nép nevelsz vele. Nem, te megelőzöl egy balesetet, és felhívod a figyelmét arra, hogy ilyet legközelebb ne csináljon. De várjál, maradjunk a leállósávosnál. Miért népneveltek? Mert tilos a leállósávon menni. De mi között hozzá? Mert tilos a leállósávon, mert 90-nel előzni nem tilos az autópályán, vagy 110-el kis autóval. De miért kell népnevelni? Tehát miért a kis autós, miért a kis polgár népnevel? A nagy autós meg miért nem indexel, és miért paraszt a rokkant helyen? Azért, mert ő megy a leállósávon, tudod? De az neked mi között? Hát, mert tilos. Tilos, és marhára meg fog állni tőle az egész sor. Mert de azért, mert baleset esetén, amikor például egy sávra szűkül le a izé, és egyébként valaki a leállósávon még oda bedurrant, akkor én, aki tisztességesen állok a sorba, ez általában szopad. Idős bácsik is idős nénik csinálják. Te, ne mondd ezt! De miért mész ki? De te nem én megyek ki. Aki áll a sorban, igen? A szív, amiatt, így aki van. Lemegy a leállósába. De hogy amiatt szív. De amiatt szív, mert ő tisztességesen viselkedett. De ez hogy a is. Baj. Nem érted a lényeget. De. Hát ha te beállsz a dugóba az M7-esen, ne idegesíts fel, beállsz a dugóba az M7-esen, a leállósába valaki elmegy melletted, attól te nem jutsz előre. Miért az idős bácsi megy ki a Dacia Logannel, és állítja meg azt, honnan tudod, hogy miért siet? Mi között van hozzá, hogy ő miért megy? Ha megbüntetik, megbüntetik. Te nem azért megy. Azért szív. De miért népneveled? De a Dacia Logan-es, és bácsi is. És ennek egyébként szül a felesége, és ő azért megy a leállósába. Mi okon döntöd el? Már ki legalább egy, hogy hívják ott, egy vészvillogot vagy valami, de nincs kitéve. Tehát legalább jelezze valahogy, hogy ez egy veszély miatt történik. De ha te így is állsz a dugóban, neked nem mindegy, hogy ő elmegy. És ha valaki ténylegesen rosszul van abban a dugóban, és kiáll. Ugye nem látja be azt a szakaszt, egyszerűen igen? Csak szépen kikanyarodik a leállósába, és úgy használja a leállósávot. Tudod, mi van? Elmondom, mi van. És dír belejön egy ilyen barom. Nem, elmondom, hogy mi van. Ha kimegy valaki, mert rosszul van, majd jön a Dacia Logan, jöttök ti ezzel a mentalitással, kiálltok a rosszul levő ember, és nem engeditek el, mert nektek jogotok van eldönteni egyébként, hogy kimegy a leállósában. Az paraszt, aki a leállósában megy. Én sem azt mondom, hogy ez nem egy jó dolog. De népnevelni, meg a ti típusotok kezd el. Akkor nem kell, ahogy a mi típusunk meg beáll három rokkant helyre, mert egy büdös nagy bunkó. De akkor nem kell kimenni a leállósávba, és akkor nem fog kimenni senki. De miért döntöd el, hogy ő miért megy a leállósávba? De okozat, hát te kezded azzal, hogy lemész a leállósávba, én megyek ki eléd, hogy megállj a leállósávban. Ki a hülye? Hát azért nem mondjuk már. Érted? Hát szerintem azért, tudod, szerintem azért népnevelő jelleg. Mert az MX-5-ös ott megy, ha már ilyen sztereotípiákban beszélgetünk. A Logan-es azért megy ki, mert az MX-5-ös ott megy. Ha nem megy ott az MX-5-ös, nem áll ki a Logan-es. Uh-huh. Ennyi. Jó, nem tudom, mindegy. Szerintem leállósában menni parasztság, népnevelni legalább ugyanakkora. Ha sztereotípiákról beszélünk, akkor ez egy kis autó sztereotípia. Mint ahogy egyébként én azt se értem, hogy ez a külső sávban nem lemenés a városba. Tehát ez vagy a párhuzamosan menés egymás mellett, az a Lágymányosi hídon, vagy a Szerémi úton, hogy megy két autó egymás mellett párhuzamosan, és akkor két kis autós ott öli egymást, vagy versenyeznek, és a papa beáll párhuzamosan a Szerémi úton, és mennek 13 kilométert egymás mellett. És mögöttük meg 4 kilométeres sorral. Ez is egy kis autó sztereotípia. Az egy kezdődő gyorsulási verseny, csak egymásra várnak.
Mikor lövik erre rajtad? Én nem tudom, tehát hogy minden autósnak megvan a sztereotípiája, ebben tök igazatok van, de rátok, ha most mi bunkó jeepesek vagyunk, mert ugye most akkor bennünket így hívtok, akkor én azt mondom, hogy ugyanúgy megvan a Logan-esre, a Suzuki-sra, az Opel Corzásra, a BMW-sre, az X6-ra, az MR-re, tehát mindenkinek van, mindenki utál mindenkit, és mindenkinek van sztereotípiája, nem? Ez igaz, csak a tiétek igaz, itt a miénk meg nem. Tehát... Most még gondolkozom, hogy még mit tudnék mondani egyébként. Hát... Elfogyott a lőpor, mi? Nem, én például, nem, én utálom azt, hogy azt mondják, hogy a bungó jeepesek beállnak helyre, rokkant helyre. Azért, mert általában ők állnak oda, így van tényleg az ML, az X6, de hogy azért nem mindenki áll oda. Tehát én nem állok rokkant helyre, és nem járok. Kivételek mindig vannak, és tényleg ezek az emberek, akik ilyen értelemben mondjuk tudják, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, meg tiszteletben tartják a szabályokat, azok ne is vegyék magukra, tehát azok ne is írjanak, és ez nem is rád vonatkozik. Én még soha nem láttalak téged szabálytalan ilyen helyen parkolni. Nem, azt nem én, csinál, ezeket nem én. Csinálom. Tehát, sőt, hogy rettegek, ötször megnézem, mert lefotóznak, nem akarok a Hajdú Péter sorsára jutni. Nézd meg, nézzétek meg, látjátok ezeket a képeket, vannak ilyen internetes portálok, lehet látni, ahol felteszik, vagy ahova felteszik ezeket a képeket, hogy az esetek 99%-ában valamilyen luxus kategóriás autó az, aki letolja nagyjében a rokkant parkoló helyet. Amikor még izével mentél kispolákkal, akkor igen. Milyen voltál? Akkor népnevelő, vagy azzal is nyomultál már? Halálfélelmem volt. Nem, az M7-esén inkább vonattal mentem, leraktam a kispolszkimet a délibe, azt mondtam, hogy tesó, te itt maradsz, nem jössz velem, mert tudja, hogy Zamárdinál vagy Agárnál meghalnál. Fölültem a délibe a vonat, lementem Siófokon. Hát vagy felraktad a vonatra a kispolákat. De népnevelés az, hogy én rávillogok valakire az autópályán, aki százzal megy a belső sávba, és nem megy le, mert szerintem nem. Tudod, mi az a villogás, hogy vigyázz, jövök, húzódj le, ebben nincs baj. Na de ez nem arról van szó, hogy kiló 30-al megy, te meg kiló 50-nel is le akarod, hogy hívják? Na, nem megy, sose egy ilyen kalapos, bólogatos időspapa nem megy kiló 50-nel. Ő százzal olyan magabiztosan megy le Zamárdig az Osztyapenkótól a belső sávba, hogy letöri a belső tükröt, hogy ne kelljen belenézni, és bekapcsolja a ködlámpát. Miért mentek ködlámpával? Miért általában arra a típusra jellemző, amit most ti képviseltek mi bunkó jeepesek ellen, hogy városban fényes nappal beértetek, nincs köd, egész nap esőbe ködlámpát, nem tudjátok kikapcsolni azt a rohadmányos ködlámpát. Megmondom, mert van rajta. Na ez az, tudod, nincs, hát beültök, megnyomtok minden gombot, mint egy karácsonyfa, és mentek ködlámpával. Soha nem a bunkó jeepes megy ködlámpával. Ez is egy sztereotípia, de így van. A kis autó, az idősebb ember, a Dacia-s, a Suzuki-s, az Opel-es, sokszor nem kapcsolja le a ködlámpát. Én megőrülök a működő ködlámpától, és agyvérzést kapok, hogy miért nem kapcsolja le. Miért kell nekem megvakulnom azért, mert megnyomtál mindent azon a rohadt karácsonyfa izén a kijelző. Ebben azért vitatkoznék veled, mert én nem egyszer láttam már olyan halogénekkel felékszerezett terepjárókat, amik ott hasítanak, alig várják, hogy köd legyen, hogy felvillantsák az Omega koncertek fénytechnikájára emlékeztető világításukat. De az akkor a városban. Is van, amikor nincs köd. Igen, csak a ködben látványosan. Ja, az igaz. Na mindegy. Hát jó. És mi van, hozzátartozó volt, tessék? Jaj, ne kezdjük már jó, ezt meg fülni, mert te... Mi van, ha a felesége feküdt a kocsiba, és ő egyébként... Nem a felesége. Nyilván nem az van, az hogy ilyen, ő érte jött ki a mentő, csak mondta, hogy én inkább Audival megyek, nem ülök be egy szarra mentőben. Úriember vagyok, a Honvéd kórházban csak S8-al megyek. Így van, viszont nem. Menjenek előttem, csinálják nem. Az utat. Rohadt nagy bunkó az én, ebben egyetértek. Biztos a szülőfeleség miatt. Francok, hogy kijött az A9-es, azt rohant a szalomba. A9-es. Jézusom, te szaki. 7:08, 5 perccel. Na, tessék, írjatok akkor pro és kontra, jó? Ki, milyen autotípusra, mi a jellemző sztereotípia, melyik autotípus, mit csinál, fiatal, idős, nagyon idős vezető, ugye nyilván mindenkire vannak ilyen igazságok, hogy vezet, milyen típusra, milyen sztereotípiák vannak. Jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Morning Show. Morning Show. Mondom, ne idegesítsél. Nekem itt van vége. Kedves hallgatók, marhára sajnálhatjátok, hogy nem hagytuk bekapcsolni a mikrofont. Azt igen. A reklámtartalom miatt én nem beszélgetek többet veled, mert ne haragudj, de egy ilyen... Most... Leszögeltél. Te még itt vagy, Balázs? Én mint bunkó, persze itt vagyok, igen. Az érvelésed is ilyen, pontosan ugyanolyan, mint ahogy vezet. Jó, összeszedtem kicsit a gondolataimat, tessék, kérdezek még néhány dolgot, jó? Mi a baj? Mielőtt SMS-ekkel foglalkozom. Hogy mi a baj? Paradgyűpes vagyok, nyilván, aki összelopta az autójára a pénzt. Így van, az vagyok. Hiszen minden gyűpes mafiózó, nem? Igen, mi a baj velem? Hogy egyébként tudod, hogy nem szabad. Tehát, hogy te
Nem szabad. Diplomával kaptad meg ugye a jogosítványt. Még nem szabad. Ideje. Nem közlekedem szabálytalanul. Néha elnézek egy-egy parkolást, amikor rohadt módon alánfestenek egy autótól elzárt területet. Basszus, ilyen van. De hát ez egy ilyen város, ahol az ember aláfestik. De akkor mondok más, tessék. Csak hogy az autósztereotípia, mielőtt szemezgetnénk az SMS-ekből, pro és kontra egyébként nagyon sok van. Ki így gondolja, ki úgy, mindjárt megnézzük. Miért csinálja a kisautós azt, el tudom mondani a választ, de szeretném, ha önkritikát gyakorolnátok, és ti mondanátok el a választ, hogy megy mellettem. Igen. Ő megy a belső sávba, én megyek a külső sávba. Tök mindegy, de legyen fordítva. Megyek a külső sávba, megyek a belsőbe, ő megy a külsőbe. Ez a reális. Igen. Kiteszem jobbra az indexet, hogy a belsőből szeretnék kimenni a külsőbe. Erre elkezd gyorsítani, és nem enged be. Tessék, ez miért a kis autós csinál? Miért fáj neki az, hogy én nem sokára készülök elé bemenni, és elkezd versenyezni? Istenem, és nem enged mert be. Ti a nagy autótokkal mindig beengedtek mindenkit. Hát előbb, előbb nem kezdek el. Tudod, miért gondolom azt? Te dúlódsz be a nagy autóddal a sorba. Nem, de én indexelek. Hol? Hát most mondtál el olyan, hogy még rajta. Nem, ha sávot váltok indexek, tudod miért csináljátok? Elmondom miért csináljátok, mert tele vagytok komplexussal. Tele vagytok komplexussal, és nektek fáj, hogy valaki be akar jönni elétek. És tudod, mi történik? Elindul a lánymenyős ídon egy ilyen verseny, és mondom, engedj ki, le szeretnék fordulni a budai oldal rakpartra, nem akarlak megelőzni, csak szeretnék bemenni egy indexel, és végig ott megy mellettem, tartja, lobog a haja, érte, nyomja, és nem mit csinálok, visszafékezek, és bemegyek. Minek és azt mondom, egy olyan embert, akiről köztudomás, hogy meg se fogja köszönni. Na, az nem én vagyok. Én gyűlölöm, ha valaki nem köszönöm meg. Jó, csak mondom meg, kicsit úgy hallatszik, hogy... Ismeritek, tehát, hogy beenged el, igen, oda jön, igen, tettél egy szíveséget, beáll el, és megy tovább. Rosszul vagyok tőle. Szívesen jó napot kívánok. Az a javaslatom a lágymányosi hiddal kapcsolatosan, hogy talán nem kéne levillogva az egész sort végigelőzni, és egy centivel a lehajtó előtt bekanyarodni. De nem erről beszélek. Elé, hanem időben be kell sorolni. De nem erről beszélek, hogy megyek a buszsába, és aztán miért nem engednek be. Lágymányosi híd, két sáv. Megyek a belsőbe, átmegyek Pestről, Budára, szeretnék a budai alsórakpartra lekanyarodni. Kirakom az indexet, jön mellettem egy általában kis autós. Addig nem zavarta, hogy mellette megyek, abban a pillanatban, hogy látja, hogy be akarok jönni, gyorsít. És elindul a verseny, és mondom, hova? Hát csak nem akarlak bántani, csak szeretnék lekanyarodni a rakpartra. Ilyet a nagy autós nem csinál. Miért csinálod? Mert komplexusos vagy. Nem. Azért, de hidd el. Azért, mert megijeszted. Mitől ijesztem meg, hogy le szeretnék menni a rakpartra? A Skywalker X-szárnyúja mellett megjelenik egy csillagromboló. De abban a pillanatban persze, hogy becsokizik. De akkor és elkezd versenyezni. Én becsokizom valakitől, becsokizom a nullásra egy kamionostól. Tudod, mi csak fékezek és gyere be elém. A becsokizok, nem tudod, mi? Nem. A becsokizás nem egyenlő a versenyzéssel. Az, aki versenyzik, az nem csokizik be. Tudod, mit csinál? Neki ez egy presztízs harc, hogy kér oda a rakpart lekanyarodóhoz. Ő vagy az a bunkó jeepes. És akkor azt mondja, jó, oké, barátom, nem fogok versenyezni. Fékezek és bemegyek mögé, de nem azért akartam lehagyni. Azért akartam lejönni, le tudjak menni a rakpartra. Mit csinál? Neki áll versenyezni. Mint ahogy egyébként a buszsávban pedig az X6 megy. Ebben is igazatok van. Tehát, hogy egy autóval előbb vagy egy autóval később érzve abba a sorba, akkor mi van? Hagyjad, ezt kérdezheted. Na de ezt kérdezem én is, hogy miért zavarja, ha bemegyek elé? Na mindegy, nézzünk SMS-eket. Balázs, haladok 130-al utolélek egy kamiont, miért én esek ki a ritmusból, aki szabályosan közlekedik? Azért, mert villogsz 140-nel jössz, nem utálom a nagy autósokat, irigylem, egyébként igazad van sok mindenben, viszont annyi szülés nincs, mint villogó sofőr. Ez is igaz. Hát van egy népességraparás, úgy látszik az ország. A szabályok betartásával megtiszteled a többi autóst. Tessék, imádni való, amikor elkezded előzni, mellé érsz, és akkor elkezded nyomni a padlógázt. Tehát erről beszélek, hogy szerintem ez egy teljesen sztereotíp dua, vagy sztereotíp dolog a kisautósokra. Miért zavar a ködlámpa nappal, Balázs? Kérdezi valaki. Semmivel sem zavaróbb, mint a villogásod az autópályán. Miért akarsz népnevelni? Tehát valakinek egy reflektoros villogás az ugyanaz, mint éjjel-nappal ködlámpával de menni, számomra nem teljesen ugyanaz. Bocsánat, de elfogadom, abszolút. De egyébként ez a nem tudod megelőzni, és rálép a gázra, ez ugyanúgy igaz a nagy autósokra is, mert hányszor fordult már velünk is például ugyanez elő, hogy zavart az, hogy a kis autó gyors, vagy gyorsul, vagy menne. Na nehogy már a kiskacsok leelőzzön. És ő elkezd nyomni. Én azt gondolom, hogy persze nyilván vannak ebben igazságok, de a kis autó sokszor, az nem, mint a kis kutya, aki mindenkire ugat. Megelőz, és visszaelőz, utána pedig beáll ugyanarra a tempóra, amin azelőtt volt, ami miatt te megelőzted. Ez tökéletesen így van, ez csinálja sokszor nagy autó, de szerintem többször csinálja kis autó. Összekever a szabályokat, a lehetőséget a parassággal. Balázs, nincs jogod villogtatni, mert siessz a 130-al megengedett max, pedig a kötelező minimum. Tolerancia. Ide egy népnevelő. Balázs, tök igazad van. Írja egy hallgató. Csak nem írja meg, hogy miért. Hát, az neki mindegy. Igen, csak így igazad. Van. Így van. Így van, minden autós tököljön meg. Hajrá, bringások.
Balázs 135-tel nem mehet az autópályán, üdv rendőrség. Szeretettel köszöntjük Önöket. BMW-n van, reggel munkába jövet, elengedtem egy gyalogost, a Suzuki is meg ledudált, hogy mit csinálok, és elment mellettem, miközben a gyalogos ment a zebrán. Kérdezi valaki, ez ugye nem nagyon veszélyes, hogy te a külsőben megállsz, elengeded a gyalogost, aki jobbról lép be, és a belsőből valaki megérkezik. Igen. Mi van a hozzátartozó utazott? Kérdezi valaki. Hát erre kicsi az esély. Egyébként. Akkor sem. Egyébként csak halkan jegyzem meg. Akkor se csinálj, akkor se csinálhatod. Sajnos az az igazság. Nyilván, ha nekem is a családom a baj lenne, lehet, hogy én is mennék utána, de elméletileg nem csinálhatod. Meg igen. Kevés a valószínűség. Balázs, igazad van, tessék, van ilyen SMS is. A kisautós nép nevel, nem érzi a forgalmat, nincs tapasztalata, a nagy autóról nem érzik a sebességet, a fordosok villognak, én sávot váltok, ha Suzuki megy előttem, kérdezi valaki. Balázs, általában kis autó, a tiédnél csak kisebb van. Ja, Isten, ezekre megőrülök, ezekre a sztereotípekre. Ne idegesítsetek. Ez poém volt, és nem is akármilyen. Sima ötszemélyes, még ha hétszemélyes lenne, sima ötszemélyes, 3,5 tonnás autón van. Tehát, de hogy is nem. Anna, csapjál már szét a fiúk között, egy hallgató. Balázs, ha felhívsz, elmondom, miért gyorsít a kisautós. Tudom, hogy miért gyorsít a kisautós. Tudjuk, mert kicsi neki. Tessék? Mert kicsi neki. A kiskutya miért ugat meg minden nagy kutyát? Hiába, ugye? Nem. Igen. Mert így kompenzál. Az Alfáról nem volt szó. Az egyik barátommal történt, autópálya, nappal napsütés, ködlámpa, a rendőr megállítja, kérdezi a rendőr, tudja, hogy zavarja maga előtt haladót a ködlámpa? A válasz nem, mert nem szoktam magam előtt haladni. Peti. Feri, ha te kiállsz a leállósába elém, az ugyanolyan önbíráskodás, mintha én ezért felpofozlak. Durva, de valójában egál. Nem egál, mert te a két végpontról beszélsz, amikor én kiállok, és amikor fölpofozol. Ez lehet, hogy egál a te értelmezésedben, viszont azt elfelejted, hogy én azért állok ki, hogy te ne menj előre. És nem az a bajom, hogy te előre mész, hanem az a bajom, hogy a mentő nem fog odaérni egy haldokló emberhez. Ez egy nagy kamu. Nem. Ez egy büdös nagy kamu. Ez az igazság, ez egy ha kamu. Esetleg nem lenne világos. Elmondom, hogy miért kamu. Ez az ember nem azért áll ki, hogy megvédje a mentősöket, ez az ember azért áll ki, mert csupán önérzetből egyébként zavarja, hogy nehogy már odaérjen előbb. És ha én dugóba állok, akkor dögöljön meg a többi ember is. Én kell, ha dugóba állok, nekem tök mindegy, hogy kimegy a leállósába, sose állni ki, mert nem érdekel, nekem úgyis ott kell állnom. Érted? Tehát, ha most nekem rossz, neki legyen rossz, nehogy is oldja meg, büntessék meg. A hülye barom boruljon az árokba, tök mindegy. Én nem fog azért kiállni, mert ha én szívok, szívjon ő is. Rossz a mentalitás. Miért? Ha én szívok és más szív, akkor nekem könnyebb szívni? Akkor nekem jobb érzés szívni, ha tudom, hogy a mögöttem lévőt szívatom? Dehogy is. Hát a szívok, majd este hazaérek, ha ő meg paraszt, menjen. Érted? Érted a mentalitásbeli különbséget? Értem a mentalitásbeli különbséget, azt nem értem, hogy még kell a leállósába. Jó, aki ott megy, egy bunkó, de sosem népnevelni. Ebben a formában legalábbis. A bunkóság nem márka és típus függő, a nagyobb autó hatványozottan növeli a lappangó parasztságot. Lehet benne valami. Az új terepjárókon gyárilag nincs is index. Ez gyikus küldte. Igen. Én a bunkó villamosvezetőket rühellem, legutóbb is ráhúzta a kormányt a kettes villamos közötti áthaladó rendőrautóra. Bocsánat, a két villamos közötti áthaladó rendőrautóra, üdv Gábor. Klasszik eset. Igen. Na jól van. Oké, lezártuk ezt a témát. De minden kis autós. De minden jeepes bunkó. Jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Szegény Ferit sok negatív dolog érhette a közúton. Ja persze, hiszen nehogy komolyan. Látjátok, rólunk nincs ilyen, tök érdekes. Rólunk az van, hogy nyilván állunk a tréleren, tudjuk, meg igen, a szervizben. Rátok nincs vonatkozó sztereotípia, így van. Nagy autó, kis autó van, az Alfa az valahol középút, igen, megkönnyebbültök a trélert. A trélert látok, megkönnyebbültök. Talán ez a sztereotípia. Minden tréleresnek köszöntök, te sok küld át a számod. Egyébként írja hallgat, hogy nehogy komolyan vedd, nem viccből írta. Halló, jó reggel! Hello, szia Jani, szia Feri. Szia, hello. Meg a Q7-es. Na, de nincs Q7-ese már. Hello Gábor, jó reggelt, hello. Sajnáljuk, nem is terepjáró. Gábor, honnan hívsz minket?
Hát jelenleg még itthon vagyok, Fejérváron. Na! De nagyon gondolkozom, hogy elindulok hozzátok. Igen. Valakit megütni. Mennem kell, csak ez a kis autó, nagy autó, ez nem tetszik. Mert a Suzuki ez mennyivel kisebb autó? Hát kisebb teljesítményű, de az is autó. Nem kell-e kis autózni? Hát most ez egy olyan dolog. Úgy érzem, hogy Suzuki-d van. Nem. Szerintem nem szabad így gondolkodni, nem, egyszerűen autosztereotípiákról beszéltünk, melyik típusra mi jellemző, nyilván mindenkire van. Gábor, mit csinálsz egyébként, mit dolgozol? Egy raktárban készítek össze kibemenő árukat. Összecsomagolod őket, és akkor úgy indítod? Nem, az adminisztratív részét csinálom. Tehát egy bolthálózatnak készítjük össze a kimenő árut, illetve fogadjuk a nagyobb beszállítóktól a bejövőt. Na jól van. Oké. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berú néni, figyelj. Hát, mit csinálnál? Közlekedni. Hát persze, népnevelnek. Várják, hogy átadják az egyes villamos teljes vonalat. Azt én is nagyon. Ők állnak a leállósában, és mindenki rájuk dudál. Mert még a mentőt sem hallják maguk mögött, csak népnevelnek. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj Gábor. Ó, hát ez... Ez egy dal. Kicsit romásra volt véve. Ajda. Hú, ezt még egyszer meghallgatom. Jó, mutatjuk. Jó. Na nem már, hát ezt... Még egyszer. Jó, utoljára, aztán egy hosszabb részlet jön, figyelj. Hát így elsőre rámondanám, hogy Szikora Robi, de... Na, hát akkor... Na, rámondod? Ballag a katona? Hey, de jó vagy! Ez jó! Így van! Hát, na jó, elég! Ez lesz pénteken! Hát mit akarsz? Klassz jár! Mondjuk, hogyha egy olyan seregbe szolgálnék, amilyenben a Robi, én rögtön kapitulálnék, ha megtámadnának minket. Az biztos, az ember. Még első indult a háború, már letetted a fegyvert. Igen. Megadjuk magunkat. Előjetek. Üdvözlégy, Mária. Igen. Én, de sem kedvelem őt egyébként, jó arc. Gábor, megvan az ajándékcsomag, nem is vettünk ki belőle semmit. Jó, bögre, egér alátét, nyakbalkasztó. Remek, nagyon köszönöm. Nagyon szép dolgok. Pénteken egyébként a Klassznyár első állomásán az Erzsébet ligetben, ha szeretnéd, 8:30 Ergo koncert. Ott van, ott a helyen. Komolyan? Hát, szegény, nincs hozzád közel. Nincs hozzád közel, de ha tudsz, akkor gyere, jó? A keményebb stílus szeretem, úgyhogy köszönöm szépen Robinak az invitálást, de ezt most kiadjuk. Jól van. De lesz Huligánsz, Rúzsa Magdi, Kassa Tibi, Szeged, július 27 péntek. Oké? Okay? Oké, okay, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok, hello. Hát, képzétek el a fronton. Jaj, megfájdult a fejem, nincs egy aspirin, ez az ágyúzás, teljesen kikékszik. És ebben például egy homloklövés. Robi, ne vedd le a zsizsakat már később. Robi, megmondtam, hogy húzod egy fejzetekbe. A repesz, na mindig. Robi, basszus, hát mit tanítottunk meg? Jaj. Azt hiszem, kilőtték a balsztem. 3 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 13 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Ma egy kicsit hűvösebb, borongósabb idő, de aztán jön vissza a nyár, pénteken már felszakadozik a felhelyzet, hétvégén pedig egészen jó idő lesz, sőt, mi több, ugye nekünk legfontosabb a péntek, mert hogy klassz nyár, első állomása Szeged, Dugonics tér és az Erzsébet liget, Dugonics tér délelőtti kiadás, Erzsébet liget délutáni vetítés, ugye, és 15:30-kor Kassa Tibi, aztán Rúzsa Magdi, Huligánsz és Ergo, ők mind az Erzsébet ligetben, mi pedig ugye a Morning Show-val, az Üvegstúdióval, vagy a Kamionos Konténer Stúdióval, nem tudom, Vastag Csabi, Vastag Tamásékkal, igen, és Csabival, valamint Pirossal a Dugonics téren leszünk Szegeden június 27-én pénteken. Addigra ott jó időt mondanak, megnéztük. Úgyhogy koncertek, klassz nyár, első állomás. De jó lesz. Jó, Szeged július 27. Nagyon régen voltunk már Szegeden, két vagy 3 éve utoljára, úgyhogy nagyon várjuk mi is a találkozást. Elmiki szerintetek ott lesz? Hát, nagyon bízom benne. De mit csinál most Elmiki, várja? Mennyinél vagyunk? Vézolik a Balaton.
47 000-nél indítottuk el tegnap, Vézolika Balaton, elmondtuk, hogy elérjük a 100 000-et, akkor, akkor fölhívjuk Vézolikát, hogy meséljen az ő karrierjéről. Hát, hogy onnan indult honnan ez a kiváló dal. Igen, és hova jutott, mennyi? Mindig van egy kis fázis késés, később adódnak hozzá számok, de 60 405 a szám eddig. Gyerekek, ha jól akartok mulatni, tegnap volt ugye egy mulatos egy óránk, nézzétek meg Vézolika Balaton című dalát a YouTube-on, és töltsétek le, vagy csak klikkeljetek rá, már az is számít, az ugye? 100 000-nél Vézolika itt lesz a Morning Show-ban. Jó? Uh-huh. Ha elérjük. Legyen 150. De hogy elég a 100. Ne, 100. Figyelj, akarok beszélni egy ilyen boldog emberrel, mint Vézolika. Nézzétek meg tényleg, aki nem hallotta tegnapi adásunkat, nézze meg Vézolika Balaton, és utána hát ott jobb oldalon találja meg a többi átlinkelési lehetőséget. Nekem a mulatos műfajban. Nekem egyébként nagyon szimpatikus, ez a 100-szorra is Balaton hozzáállás, ez nekem nagyon bejön. És ő 101-szerre is ott lesz, és 150-szerre is. Minden szavában hiszek. Ő egy boldog ember, így van. Na, majd beadunk 9 óra után egy pici részletet. Azt meg ugye nem értem továbbra se, hogy a fűzre miért az íz jön, és miért nem a tűz. Rímként, de mettől függetlenül azért. Nincs gond a szám. De jó, na, hogy... pont ez az, mert azt várod, látod, és ez a zsenialitása Vézolikának. Ez a zsenialitása, érted? Hogy nem ezt használja, ami neked hogy is nem egyből. Kiszámítható. Érted? Hogy nem sztereotípiákba gondolkodik. Tudod, ezért hogy nem egy nyári slágert akar csinálni. Így. Látod? Igen. Ezért nagyszerű ez a dal. Zseniális. Imádom. Siófok belterületén most állítja ki a trafit, ezt Miki küldte nekünk. Trafipax a 4-esen, a 238-as kilométernél Bocskai Gerten, szinte minden reggel, rendőr Opel Astrából 50-en lehet menni, üdv Skoda 445. Két kutyus fut Zámoly után Fehérvár felé még mindig, valamint Sopron-Győri út Aldi előtt a városból kifelé tartókat unatkozó egyenruhás 50 felett fotózza. Ezt Zoli küldte nekünk. Egyébként Vézolik a klipje, nálunk is fönt van a Face-en, úgyhogy ha lájkoltok minket, igen, akkor ott is meg tudjátok nézni. És akkor onnan át tudtok menni máshova, és további kis gyöngyszemeket megnézni. Néhány nap múlva ti is fújni fogjátok már a szöveget, amivel egyébként Vézolik, ahogy arra az elő is utaltunk, mindenkire rápirít, Horváth Attilára, Lukács Lacira, Horváth Csákosra, 9 óra után Vézolik a élőben, mármint legalábbis a dal erejéig. Ha megvan a 100-ér, akkor pedig fölhívjuk. Jött még egy friss közlekedés ebben a pillanatban, trafi az M5-ösön, a 140-es kilométernél Szeged felé, ezt Ati küldte nekünk. Egyszer megbeszélhetnétek az autós kontra motoros témát. Jó a műsor, puszi. Szilvi, ezt többször megbeszéltük, de egyszer újra megtesszük. Egy oldal tudunk, szeretünk olyan témákat megbeszélni, hogy több oldal képviselteti magát. Az autós motorosban akkor lenne jó, ha valamelyik motorozna, de senki nem akarja, hogy egy 60 éves kalapos bácsi elvigye a ballábát, és nem nagyon motorozunk, nem? Megint mi van? 60 éves kalapos bácsi elviszi a ballábát. Hát meg akkor nem is olyan jellemző. Hát legutoljára 60 éves motorosokat a Harley-n láttam. Igen. Hiszen összefutottál a Del Hucával. Igen. És láttam egyébként, hogy hívják ott, is láttam. Mindene a farmere? Dehogy is. Hogy hívják ott? Mit láttam? Ki a Tillát? Zenésztársadat, kollégádat, hogy beakadt gázpedállal bajlott, beelszáguldott a kapu, vagy nem a gázpedál. Ki, búzasanyi? A búzasanyi. Sisak miért? Hát én gondolom, hogy csak azért lehetett, valami műszaki mi lehetett, mert nagyon gyorsan ment. Igen. Ja, ott a hátén. Ott motorozott a búza is. Nagyon sietem. Na gyerekek, van egy fiatal fiúcska, és biztos hallottátok az ő történetét, mindenképpen beszéljünk róla, mert nagyon helyes. Ő ugye a 7 éves kis Viktorka, és hát nem tudom, hogy hallottátok-e, de talán tegnap vagy tegnap előtt történt, tehát a napokban, amikor is a 7 éves Viktorka hőssé vált. Az egész történet tök cuki, és ez a fiú, tehát én hihetetlenül kedvelem. Tehát annyira cuki, hogy elmondhatatlan. Ugye arról szólt a történet, hogy ő a nagymamájával és az anyukájával sétált, amikor is a nagymamája nyakából kitépte valaki az arany nyakláncot. És tulajdonképpen ő, a 7 éves Viktorka a rabló után eredt, és édesem átkulcsolta a lábacskáját. Már nem a sajátját, hanem a rabolnak a lábát, és megpróbálta megakadályozni, hogy a nagymamáját, aki kirabolta, elmenekülhessem. Utána szaladt. Kitépte magát az anyukája kezéből, látta, hogy a nagyit bántják. A nagyit nem bánthatja senki, gondolta Viktorka. Elszaladt a rabló után, lekuporodott a földre, és átkarolta a rabló bácsinak a lábát, okay, hogy ne vihesse el senki a nagymama aranynyakláncát. Viktor Kapandurka. Hát gyerekek, tessék? Viktor Kapandurka. Helydes. Igen, ő az anyukájával együtt rohant, és az anyukája is megpróbálta megfogni a rablót, de Viktorka gondolt egyet, és azt mondta, biztos arra számít a rabló, hogy majd a karját fogják meg, vagy a felső testét,
lábra ment, mint egy jó cselgáncsos, és átkulcsolta a rabló lábát, mint egy megakadályozva, hogy, hogy kirabolják az ő nagymamáját. Hát gyerekek, ez a fiú, ez egy tündér. Nagyon komolyan jó, mondom. Ügyes. Hát annyira drága. Nagyon jó. Én tudtam egyébként, hogy a Krav Magának például van egy gyerek szekciója is, ahol... De hogy ilyen jól működik, és kiabált segítségért, hogy jöjjön valaki, mert ő szorítja a rablónak a lábát, és közben még arra is volt lélek jelenléte, hogy kiabáljon, hogy valaki segítsen, mert ő elfogta a rablót. Csak aztán hát a rabló ugye kitépte a lábát a fiú karjaiból, és elrohant a Flórián tér felé, mert ugye ez a harmadik kerületben történt. És Viktoron csak egy kis ijegységgel látszott, semmi más. Hát figyelj ki, hát határozott 7 évesen, az nem ilyet. Hát mennyire meg. Cuki, nem? Aha, és meglett az arany? Vagy azzal elfutott? Nem dobta el? Nem lett meg szerintem. Szerintem nem lett meg. Tehát a rabló még így sem gondolta meg magát, hogy egy ilyen hős kisfiúval találkozott. Hát ilyet egy 7 éves fiú azért ritkán csinál. Milyen lélek jelenléte van? Hát sokszor azt látod, hogy valakit inzultálnak valahol, és egy felnőtt se szól. Közben elfordítja a fejét, úgy csinál, mintha nem látná, nem hallaná, hát elég gyáva magatartás. Jön Viktorka, utána szalad, lábra megy, és átkulcsolja a rabló lábát. Hát én is hallottam még. Olyan már volt, hogy egy 8 éves elvette tőle a biciklimet, és megpofozott, de hogy... De egy 7 éves, de egy 7 éves, így nagyon nagy lélek jelenlét. Hát milyen helyes, hát valószínűleg imádhatja a szüleit, meg imádja a nagymamáját. Hát vagy az járt eszébe, hogy ezt most elviszik, nem lesz, akkor venni kell új aranyláncot, és nem lesz a meggyes pitére pénz. Arra gondolsz, hogy az évvégi bizonyítványára kapott egy ígéretet, és látta elúszni, hogy elrabolják az aranyláncot, és azt mondta, hogy nem adom a BMX-emet, amit megkapnék, inkább az arabló után vetette magát, és azt mondta, hogy a nagyit nem bánthatja senki, mert ha nincs aranyaklánc, akkor nincs BMX. Akkor nincs bringa. Ha az aranyakláncomat is kell beadnom az acciba, akkor is megkapod Viktor a BMX-et, és erre gondol. És abban a pillanatban egy rabló. Azért az mennyire Harlem már, nem, hogy ott tartunk, hogy a harmadik kerületben fényes nappal egyébként valaki odalép egy család mellé, és letépi a nyakából, gyerekek, azért az döbbenet, mert hogy a táskát visznek el, belenyúlnak, zsebtolvajok, de hogy fényes nappal már a nyakadból leszakítják az aranyakláncot, azért az nagyon komoly dolgokat jelent ám, nem? Hát és... Szóval ilyen rablás mindig van, de hogy így fényes nappal a harmadik kerület, Kiszcelli utcában, buszmegálló, egyes villamos, Flórián tér, sok ember, valaki kifigyeli, odalép, letépés, elrohan. Ez szörnyű, nagyon durva. Szörnyű. Hát és belegondolsz, hogy mit tudom, édesanyád, a feleséged, a gyerek ott sétálnak az utcán, és ki vannak téve egy ilyen atrocitásnak. Persze, mert látod, hogy ugye nagymama, ő már nem tud utána futni, plusz anyuka ott van a gyerekkel, ő se fogja otthagyni a gyereket, és akkor nyugodtan megcsinálod. Igen, és ráadásul azért ennek a dolognak vannak olyan lelki következményei is, amik mondjuk Viktorka esetében, hál' Istennek, így valahogy pont ellenkező előjellel működtek, de itt simán lehetett volna az is, hogy mondjuk egy 7 éves kisgyereket, egy kislány például sokkolhat egy ilyen esemény. Hát simán, persze, hát pánikba esnek, megijednek, hogyne. Állítólag meg lehet, írja nekünk Szemi, hogy a két taxis megfogta a rablót is. Hogy meglett az arany, és tehát Viktorkának meg lesz a BMX-e. Mm-hmm. Akkor valószínű. Elkapták a rablót, visszaszerezték a nyakláncot, utána pedig lefejtették Viktorkát a rabló lábát. engedd el nyugodtan. Nem is tudja megfogni egy 7 éves gyerek, az egy felnőtt férfi. Hát, de gondold, hogy meglepődsz. Ja, tehát, az igaz, de hogy érte utol? Tehát, hogy én rabolnék egy nyakláncot, letépem valakinek a nyakából. Hát egy felnőtt sokkal gyorsabb, hogy milyen gyorsan reagált a kisfiú. Gondolj bele, hogy a lenyúlás pillanatában, a markolás pillanatában és a rohanás első két lépésénél Viktorka kitépte az anyukája kezéből az ő kis mancsocskáját, és elindult a rabló után, hát egy felnőtt sokkal gyorsabban fut, mint egy 7 éves kisfiú, és utolérte. De és nem lehet az, hogy a nagyi dobta utána. Igen. Hozd vissza! Szöktet egy hosszú indítással a kis Viktorkát. A kis Viktorka mennyire gyors, érted? Egy Ben Johnson. Hát komolyan mondom. Vagy ott van a másik lehetőség, hogy maga a Fuchs lehetett egy ilyen 50 centes, ilyen másfél kilós érzés, a rabló is meglepő, hogy az anyádat! Igen, a nagyinak olyan nyaka volt, mint Fekete Laci. Úgy ment. Jó, tessék, nézzük meg, hogy nézett ki ez az életben, jó? Jó. Nem haragszol meg, ha te leszel Viktorka. Te leszel a kisfiú. Hogy haragudnék meg? Te test alkadodra, méretre abszolút csak rá tudom osztani a kisfiú szerepét, jó? Te vagy a kisfiú. Apu, hagyj én vagyok a nagyi. Aha. Te leszel a rabló. Jó, ja. Te vagy a nagy testű. Az jó, mert én lassan futok, sőt, hát én egyáltalán nem futok. Azt akarom csak megnézni, hogy amikor egy 7 éves kisfiú, aki jelensebben jön, lesz, átkarolja a rabló lábát. Hát most rádoszod. Ki tudja tépni a rabló? Persze, hogy ki tudja, de hogy tudta Viktorka visszatartani? Hogy tudta ezt megcsinálni, hogy visszatartsa a rablót, amíg odaérnek a felnőttek? Aha. Jó. Na,
De hogy amíg úton érem, akkor azért rápirítatok egy combossal? Csak így az ízekezé. Viktorka nem egy krabbaga harcos hülye. Hát nem, te nem vagy egy izé, egy ketrec harcos. Bár most már gyerekek is harcolnak sajnos ketrecben. Tehát te vagy Viktorka. Jó. Gyere, fogd meg a kezem. Nem jó? Megyek. Gyere, fogd meg a kezem. Jó, én vagyok a nagy. És én, hogy letépem a nyakláncodat, akkor a mellszőrödből egy darabot magammal de csak, vietek. De én, igen. A szerelem gyepemet, ne tépd meg. Te gyere mögém, és indulj el arra. Nem kell a sebességgel lejátszani, csak a fogás érdekel engem, jó? Te fogd meg a kezem. Jó? És gyönyörűek vagy. És nagy pisztáciát is kapok, mint a múltkor. Kussolj meg. Kapsz pisztáciát, Vig. Úristen, mekkora fukszad van. Nagyapától kaptam. Nagyapától kaptam a fukszot. Jön a rabló. Tessék, mind sétálunk. Megfogja a nyaklácot, letépi. Ki ez a bácsi? És én már megyek el. De te már robbansz, hát te vagy Viktorka, ne fogd a kezem, hát robbanjál. A fukszod, vett meg magam. Elindul a futás, vetőj... Veszük videóra. 7 éves nem fog így. Kiabálj. Hangosan. Rendőrség! Hol van ilyenkor a rendőrség? Biztos trafiznak. Ahelyett, hogy itt lennének. Polgárőrség, ne azok is csak a... Csak a királykodásért csinálják. Viktorka kapaszkodik. Polgárőrség intézke. Jó, a Viktorka, maradj egy kicsit csöndben. Nem tud a rabló elszaladni. Tehát nem tud a rabló, jól fogtad a lábát, jól csináltad. Egy krav maga arcos. Figyelj, zseniális a dolog. Félt, hogy ráesek. Ki tudott húzni a lábad? Há jó, hát azért Jani nem egy 7 éves. De te erőből fogtad, úgy fogtad, mint egy majdnem felnőtt? De el ne, a pánikba, és te begölcsöltek a karjai. Ott láttam, mert a polgárőrséget kiabáltál. Tehát szegény Viktorkát még meg is rúgták közben, mert hogyha kitéped a lábad, ugye hát ott meg kell, hogy rúgd ezt a szerencsétlen kisfiút. Tehát ő egy tényleg egy hős. Ó, játsszuk újra, megrúghatom a Janit. Ja, igen. Szóval, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvelem őt. Én imádom, eleve imádom a gyerekeket, de ha valaki ennyire cuki és ekkora hős... Elképesztő hát, lélek jelenete van a kisgyereknek. Látod, de a 7 éves Janika még úgy se futott utánam, hogy megbeszélt szituáció volt. Ezzel szemben Viktorka rögtön robbant. Igen, 7 éves Janika zsarolt a pisztáciafagyival éppen. És akar rajta, hogy megkapja ma is a pisztáciafagyit, amit tegnap megkapott. Igen. Én adtam neki egy kis fort, egy kis előnyt, érted? Ja, hogy legyen küzdelem. Legyen benne versenyszellem. Hát, tohonyabárom ezt egy sarokkal távolabb is utolér. Gyerekek, ő egy hős. Fölhívjuk az anyukáját, beszélgetünk vele egy kicsit, hogy mesélje, hogy pontosan mi történt, meg ha tudunk, beszélünk Viktorral, és elképesztően ügyes. Tehát, vagy egy ajándékcsomagot, vagy amit szeretne, ha van egy kívánság, amit tudunk teljesíteni, megtesszük neki. Jó? Kérjen tényleg bármit. Pisztácia fagyit. Bármit. Ha kér 5 gombot pisztácia fagyit, akkor ma küldünk neki oda 5 gombot pisztácia fagyit. Ha szeretne egy kamiont, ha szeretne egy bringát, elintézzük neki. Megmondjuk, hogy most kívánhat egyet. Jó? Aha. Jó. Kívánhat egyes. Amit igen. Kíván, azt most teljesítjük neki. Megnézzük, hogy van-e valamilyen kívánsága. Jó? Oké? Okay? Láthatlanban. Ha kíván, ha kér valamit, akkor azt mi most teljesítjük. Lehet, és nem porból, és minimum kézműves, jó? Na most valami komolyabbra is gondolok. Akár, Hagendalsan. Az rohadt drága. Figyeljetek, sok felnőtt tényleg nem csinál ilyet. Komolyan mondom. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Kata itt van, Viktor anyukája. Hello, Kata, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Jó reggel. Hello. Kata, Katali, melyiket kedveled? Kata. Kata, hát Viktor egy hős, ahogy halljuk. Hát az, igen. Az, de nagyon, hát, nagyon kis helyes. Mikor történt ez pontosan? Hát pontosan úgy történt, hogy a rabló lekapta a nagymama nyakából a nyakláncot, akkor én is, nagymama is utána jöttünk, és akkor utánunk jött a gyerek is automatikusan, elkezdett ő is futni utána. Úgyhogy Nagyi és te is futottatok a rabló után? Igen. Akkor Nagyi is egy hős. Hát ő is végül. Igen. Tehát reflexből mindenki elindult a rabló után, és jött Viktor is. Igen, ő is, és akkor mikor mi egy kicsit megpróbáltuk el visszatartani, mert a pólóját sikerült elkapnunk, utána elindult a rabló az ellenkező irányba, és akkor sikerült a gyereknek ráakaszkodni a lábára, és egy pár másodpercig lógni rajta. Édesem, és akkor ti már lemaradtatok, Viktor pedig előre rohant, vagy a rabló után rohant, és ő egyedül, úgyhogy már ti sem voltatok ott, egyszer csak ráugrott a rabló lábára? Hát közvetlenül nem voltunk már ott a rabló környékén, mert ugyebár ő elindult a másik irányba, elfutott. De láttunk mindent, szóval meg is ijedtünk, hogy most mi lesz a gyerekkel hirtelen, mikor megláttuk, hogy ráakaszkodott. Igen, hát egy szülőként azért ez végignézni, hogy a saját gyereked éppen egy idegen férfi lábán lóg, aki ráadásul ugye elvitte az aranyakláncot. És akkor gondolom a pali kitépte magát, ugye, a szorításból.
Hát így lerázta magáról, mondhatjuk úgy, hogy lerázta magáról a gyereket. És akkor elrohant. Igen, igen, tovább rohant. Azt írják nekünk, én nem ismerem annyira az esetet, csak ugye hallottam, hogy meg lett utána? Egyébként elkapták? Igen, mert ott tovább futott a térnél, ott a két úriember fogta, és utána eredt, és ők elkapták. Aha, tehát igaz akkor az, hogy két taxis elkapta. Igen, igen. Mi látszott utána Viktoron, vagy mit mondott, vagy mi történt utána, miután a rabló elrohant? Mert az ilyen traumatikus esemény azért sokszor ilyen pici gyerekeket akár meg is viselhet, hát kivéve, ha Viktorról van szó, mert ő egy hős. De mit mondott utána, vagy milyen volt? Hát azért utána azért megijedt, látszott rajta az ijegység, meg még úgy a nap folyamán úgy egyfolytában úgy kérdezgetett dolgokat, hogy mi lesz, ha esetleg kiszabadul a bácsi, meg ilyesmi. De édesem. Úgy kellett megnyugtatni, úgyhogy most már nincsenek ilyen gondjai, meg így most így felkapta a média ezt, most ez is azért tetszett neki ez a dolog, hogy így mindenhol rólam van szó. Nézi magát a hírekben, tényleg meglátja? Lehet, tényleg? Ajaj, ő már iskolás, gondolom, nem? Most kezdi az iskolát. Aha. Hát figyelj, ő úgy vonul be nagyon oda, hogy mindenki szendvicset kínál látszom. Neki, helyjel kínálják majd, hova akarsz ülni, Viktor, amit te választasz, az a te helyet, vagy ő kis király lesz majd. Hogyan trénerezed Viktort? Már nagyon kíváncsi vagyok a sebességre és az elkapásra. Hát egy örök mozgó, azt hozzá kell tenni, hogy pillanatra nem tud megülni a seggén. Aha, tehát megy éjjel-nappal. Igen, igen, igen. De nézed sok Michael Dudikoff a filmet? Vagy szereti Sylvester Stallone-t, vagy Rambo filmeket? Vagy... Igen, szereti ezeket a harcos filmeket, úgyhogy abból lehet, hogy tanult azért. Édesem, nyilván most persze mi egyrészt humorizálunk, tehát ez így a vénánkból adódik, de közben azért ez egy baromi komoly helyzet, ráadásul nyilván ezt ugye, mivel nem egóból reagál erre, hanem egyszerűen csak tisztán, mert hogy bennük még a félelem se dolgozik annyira, hiszen nem is mindig tudják, hogy egészen pontosan mi az reflexből, egyszer csak utána úrott, és teljesen önazonos módon egyszerűen ez jött belőle, és megcsinálta, ugye a felnőtt már mérlegeli, és eldönti, hogy bajom lehet, nem lehet, inkább nem avatkozom bele. A gyerek ezt még nem mérlegeli, megy, és csinálja. De hát óriás, ezért csodálatos lények ők egyébként. Teljesen egyértelmű egyébként, hogy amerikai fociznia kell a gyereknek. Várja őt a Budapest Wolves. Igen. Nagyi, hogy van szegénykém? Hát azért róla letépnek egy aranyakláncot, hát az se egy könnyű, fényes nappal, hát nem könnyű egy ilyet feldolgozni. Hogy viseli? Hát neki is az első nap volt a nehéz igazából, most már az ő is túl van, kezd túl lenni rajta, úgyhogy kezdik feldolgozni ő is a történteket. Viktorka kapott valamit utána? Egy két gombot, pisztácia fagyit, vagy bármit, amit kérhetett aznap este a cukrászdából? Volt valami kis ajándékozás? Kis játékot is kapott, meg majd még lesz még neki majd egy kis ajándék a bátorságáért. Meg hát most már ő a hősünk itthon, úgyhogy... Hát figyelj, most már a lépcsőházban még rendet tesz, megy, fegyelmet. Igen. Igen. Ott van most veled? Itt van a közelbe, szóljak neki? Ez egy-két mondat erejéig, igen. Hát ha igen, tudunk vele egy kicsit beszélni. Mit csinálod most? Valaki után eredt. Valaki után eredt. Na, itt van. Itt vagy, Viktor? Ami nincs. Igen. Hello, Viktor! Jó reggelt! Balázs Feri, Jani Morning Show. Hello! Szia! Szia! Hello! Hallottuk, hogy milyen kis ügyes vagy. Egyébként csak gratulálni szerettünk volna, hogy rávetetted magad a rablóra. Tulajdonképpen ugye ezt hallottuk, erről beszéltünk. Nagyon, nagyon kis ügyes vagy. Hogy vagy most, Viktor? Jól vagy. Aha, nyilván nehéz veled beszélgetni. Ő persze. Nem beszél, ő cselekszik. Kis barátaid gratuláltak már? Még nem. Még nem. De elmeséled majd nekik, nem? Hogy mit hajtottál végre? Igen. Figyelj, Viktor, mi az, aminek most te örülnél? Ha lenne egy kívánságod, bármi, amit kívánhatsz, akkor mi lenne az, amit kívánnál? Most leszáll oda egy jó tündér, és azt mondja, hogy figyelj, Viktor, ilyen hősies cselekedetet kevese hajtanak végre. Ilyen bátor kisfiúból kevés van. Ennyire bátrak még a felnőttek se tudnak lenni, sőt, sokszor ennél sokkal gyávábbak. Egy kívánságod van, és azt az egy kívánságot neked most ez a jó tündér teljesíti. Kérjél bármit, de tényleg bármit. Tehát engedd el a fantáziádat, amit szeretnél. És itt most nem csak csoki, fagyi, amit szeretnél, aminek örülnél, mi lenne az? Egy dolgot, de bármit. Szeretnék felgyújtani egy rovert. Te szemét. Meg tudjuk oldani. Jó. Majdnem bármilyen. Viktorkám, te drága, mi lenne az, aminek örülnél? Mondd, ha bringa, ha amit szeretnél, egy dolgot. Mi lenne az, aminek te most a legjobban örülnél? Mire vágysz? Van olyan dolog? Vagy mit szeretnél igazán? Hogy már nagy legyek. Ezt tőlem a Beni is egy csomószor kéri, hogy apuci, olyan jó lenne már felnőttnek lenni. Mondom, Beni egy röpke 20 év, és ez is megtörténik, hidd el. Hogy szeretném már felnőtt lenni?
Igen. Miért? Mert még nem tudom, hogy milyen. Ja, hát nem olyan nagy buli. Nem, minden egy csomó árnyoldala van. Tehát nincs semmi olyan dolog, aminek örülnél, bármi, amit kérhetnél? Valami kézzelfogható. Ami kézzelfogható, egy tárgy, egy kis ajándék, bármi. Lego. Oh, aha. Örülnél egy Legónak? 7 éves Lego. Jó. 7 évesnek Lego, legjobb. Van kedvenced a Luke Skywalker, a Star Wars, bármi olyan? Vagy csak önmagában a Lego? Csima. Egy csima. Csima. Csima? Aha. Mi az a csima? Van ilyen játék. Hűts már, hogy csima. Esküszöm, mi ugye? Mi az a csima? Viktor? Csima? Csima, ugye? Van. Mi az a csima? Csima. Viktor, mesélj egy kicsit csimáról, hogy mi az a csima? Gyállatok harcolnak. Megint a harc. Csima. Hú, de öregek vagyunk. Csima. És ezt ki lehet rakni Legóból? Jó. Oké. Okay. Figyelj, Viktor. Milyen nap van ma? Mi van ma? Azt hittem, hogy fel kell adni egy tudás alapú kérdést. Hülye, nem, tőletek kérdezem, milyen nap van ma? Szerda reggel. Szerda, kösz Viktor, kösz. Pénteken reggel, amikor fölkelsz, figyelsz? Akkor menj át a szüleid szobájába, jó? De előbb kopog. nehogy baj legyen. És kérdezd meg az anyukádat, hogy a tündér teljesítette a kívánságodat. Jó? Jó. Oké? Okay? Na. Megteszed ezt? Igen. Péntekre, ne felejtsd, ne holnap, mert holnap nem dolgoznak a tündérek. Holnap után menj oda az anyukádhoz, és kérdezd meg, hogy a tündér hagyott-e itt neked valamit. Jó? Péntek reggel. Jó. Most nincs esuli, nincs olvi, semmi nincs, ugye? Nincs. Meddig alszol, meddig szok, mikor kelsz? 6-kor. Hatkor? Oh, nem érik, nem a szüleidet. És mész edzeni, vagy mi? Irány a fekve nyomópat. Ha de drága vagy, te már 6-kor fönn vagy. Hánykor fekszel? 9. Nem vagy egy nagy alvó. Jó, figyelj, péntek reggel, jó? Menj be a szüleidhez, és kérdezd meg, hogy a jó tündér járt-e itt. A jó cselekedetért, amit te végrehajtottál. Oké? Oké. Jól van, megbeszéltük. És ne lepődj, meghajtom, hogy az apukád majd hátradőlve egy szál cigivel a kezébe, azt mondja, hogy volt, és nem volt. Egy gyerekkel beszélgetünk. Olyan a fantáziátok. Viktorkám, ügyes vagy. Érkezik a tündér hozzád, jó? Jó. Vigyázz magadra. Jó. Oké. Okay. Szia. Add még az anyukádat egy pillanatra. Itt vagyok. Hello. Na. Figyelj, még hisz Mikulás tündér, ez még működik? Vagy már leromboltuk, vagy valaki már tönkretette a gyermeki világát? Vagy hisz még ebben a mondakörben? Vagy... Működik. Jó. Jó. Akkor mi beszéljünk adáson kívül. Jó? Jó, rendben. És péntek reggel akkor megérkezik majd valaki. De nektek kell segíteni a megérkezésben, ha érted. Ha érted, hogy mire gondolok. Igen, szeretnék összekötni benneteket a tündér. Legalább nyissátok ki a bejárati ajtót. Igen, berepülhessen a tündér. Igen, nehogy az legyen, hogy Viktorka megtámadja majd a tündér. Tehát mondjátok meg Viktorkának, nem mindenki ellenség, aki érkezik. Péntek reggel nyissátok ki az ablakot, majd jó, beszéljünk adáson kívül, lehet, hogy akkor tudunk segíteni, hogy ez a tündér megérkezzen, mert nagyon bátor kisfiú, megérdemli, hogy kapjon egy ilyen ajándékot. Végül, ha bevédi a kecót. Lefújja a gásprével a futátot. Igen. Jó? Hát szemét, visszajött. Oké, okay. Akkor hívunk még, jó? Kati, vigyázz jó, magadra. Köszi, ciao. Hello. Gyerekek, ezt meg kell neki szerezni. Így van. Van ez Magyarországon? Van. Sőt, elárul meg, hogy így gyertek Nyíregyházen. Tényleg? Már nagyon cserbe, ha kell, megyek. Tehát ezt most már megígértük, hogy a jó tündér... Tényleg? Te tudod, hogy van ilyen? Van. Nagyon jó. Jó. Milyen írja valaki, milyen lett volna? Van egy kívánság, egy parabel. Igen. Hogy legközelebb azt a szemetet ki is tudjam kívni. Ha nem dumdum, majd én otthon megcsinálom. Igen. De annyira kis. Nagyon. Képzeld el a képet, ahogy fogja a lábát. Ösztönösen. Nem? Hát nem cukik a gyerekek? Imádom őket. 8:30 pontosan 8 perccel jönnek a hírek, közben hármas ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 múlt 1 perce, jó reggelt mindenkinek. A videó fent a Face-en. Jó, nézzétek meg. Jani, mint kisfiú, Feri, mint rabló. Meg, mint nagymama. Én, mint nagymama, imitálva, hogy mit csinált a kis hősünk.
Jó, úgyhogy ott van, érdemes. Jani nagyon jó kisfiú. Viszonylag jól hozom. Rendkívül jó. Igen. Igen. Fönt van a videón, ugye eljátszottuk a rablást, hogy mit csinált ott Viktorka, hogy ugrott a rabló után, és jól hozod a gyereket, Feri jól hozza a rablót, jól hozom a nagymamát. Viktorka sokkal aranyosabb, mint én, és sokkal hitelesebb ebből a szempontból. Én ugye egy picit egy ilyen debilebb vonalat hozok, látszik is egyébként az a kopaszfoltot a fejem tetén, az a lobotómiámnak a helye, mert igen, korábban meg kellett lékelni. Igen. Írja valaki, na most a gyerekkel próbál visszajönni a bunkó dzsippet. És igazán van. Igen. Azért, ha őszinték vagytok, akkor beismeritek, hogy majdnem bejaffáztatok, hogy kér 10 milliót vagy egy Ferrarit. Nem, örülök, olyan helyes. Én szeretem az ilyen történeteket. Annyira cukik a gyerekek, tényleg. Annyira más, hogy sokkal őszintebben, sokkal tisztábban viselkednek, mint a felnőttek egy ilyen helyzetben. Föl sem méri, hogy bajba kerülhet, mert nincs még meg az a önvédelmi mechanizmus, ami egónak hívnak, és megvan a felnőtt. Nagyon, nagyon helyes volt. Ahogy tényleg bajba lettünk, hol azt mondja, hogy 5 mill a készpénz, meg ugyanennyi kincstári egybe. Igen, igen. Vagy szeretném a kocsidat, Bali. Igen. Mit mondasz? Nem, helyes nagyon volt. Úgyhogy pénteken reggel berepül a kis jó tündér, megérdemli. Van egy közlekedési hírünk, az M0-áson az M1-es felé a 8-as és a 7-es kilométer között a külső sávban leszakadt gumiabroncs. Ezt aki küldte nekünk. Nagyon nagy szívetek van, fiúk, ez annyira jó, írja egy hallgató, köszönjük szépen. Viktor vagyok, BMX-et akarok. Nem veszünk minden Viktornak BMX-et. Viktornak még Bud Spencer sem mondaná, hogy kifogyott a pisztácia. Ugye? Igen. A Terence-nek mondják, igen, de valóban így van. Jönnek a felajánlások, hogy mit kap még a kis Viktorka egyébként. Rengeteg mindent. Úgyhogy ezeket akkor továbbítjuk majd. Jól van, hármasugrást játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Hello, jó reggelt, sziasztok. Hello, Éva. Éva, ja, honnan hívsz minket? Csengerdől. Szabolcs-Szatmár megye. Szabolcs-Szatmár megye. Uh-huh. Otthon? Igen, otthon vagyok. Háziasszony, családról gondoskodom. Az nagyon jó. Nem? Szereted főzni? Nagyon, nagyon szeretem, igen. Mekkorák a srácok? Hát a srácok már nagyok, 26-30 évesek. Semmi baj, nincs már velük. Hát ott már megoldják a nagy részét. Ők már meg önállóak, igen. De főzöl, mosol, készülsz? Igen, én vagyok a főzök, mosok, igyekszem ellátni őket, ahogy sikerül. És akkor nincs még asszony a háznál náluk? Nincs. Hát megfontoltak. Nem kell. Még ki se repültek? Tehát ott vannak még? Igen, még itt hol vannak velünk. Otthon vannak. Jó, hát ez egy anyukának mindig öröm, nem? Hogy igazából a gyerek már menne, de közben az anyuka meg titkon még abban reménykedik, hogy jó, azért még ha kicsit marad, igen, nem igen, akkor a baj. Uh-huh. Mind a kettőt szeretnénk, hogy menjenek és maradjanak is. Hát nyilván, persze. Jól van. Hallottad a kis Viktorka történetét? Igen, helyes, nem? Ó, hát nagyon. Aranyos. És nagyon bátor, hihetetlen tényleg. Igen. Jól van, szokott menni a hármasugrás? Hát minden nap hallgatom, figyelne van, amikor tudnám, van, amikor nem változó. Uh-huh. Milyenek a kérdések, Jani? Hát az elsőre 100%, hogy tudni fogja. Egy anyának tudnia kell. Igen, a többi az picit nehezebb? A többire. Szerintem a másodikat is tudni fogja. Szerintem. Egy földrajztanának tudnia kell. A harmadikat pedig egy történelemtanának. Szuper. De jó, de szép kilátások. Hogy is semmi effe. Na, meglátjuk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Igen. Hol találhatók egy csecsemő testén a kutacsok? A fejtető. Így is van. Ebből több van egy fejtető? Igen, több van. Igen? Több van. Több van, ezek ugye ezek a lágy részek, a koponyára, amik aztán később megcsontosodnak, és nem szabad megnyomni. Így van. Jól van. A legnagyobb para egyébként egy szülő számára. Olyan Istenem, jaj, hogy fogjam is. Jaj, csak meg ne nyomjam. Megnyomtam. Igen, hozzányúltam, én is mindig éreztem, hogy lágy. Igen. De te nyom, próbálgattad, nem? De persze. Na, mit tudod? Nem csak, hogy megnéztem, de olyan helyesek, de igen, lágy még nekik. Menjünk tovább, Éva? Igen. Így szól a második kérdés dedikált egérpadért. Melyik kontinens egyik folyója az Orinoco? Dél-Amerika. Igen! De szép volt. Köszönöm. Na, mi legyen? Most gondba vagyok. Milyen jellegű? Nehéz.
Hát, elárultuk volt egy kis ráutalás. Igen. Történelem. Történelem. Nézzük, itt van itt az egyik fiam szerencsére. Apja. Tényleg? Ki ott a titkos versenyző? Ki van ott? A fiatalabbik fiam éppen befutott. Úgyhogy megpróbáljuk, Próbáljuk meg. Itt szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik királyunk édesanyja volt Szilágyi Erzsébet? Ez nem is annyira nehéz. Szilágyi Erzsébet? Szilágyi Mátyás. Tény van! Hát, miről beszélünk? Szuper! Nagyon jó vagy. Ügyesek vagytok, nagyon tényleg. Nagyon köszönöm is. Első jelentkezésem volt, hát ez meg külön. Ó, ezt sose nagyon szabad bemondani, mert ilyenkor, nem? Aki eddig veled örült, az már kevésbé szeret. Már, nem baj, de nekem ez most nagyon nagy öröm. De jó, örülünk. Nagyon boldog vagyok. Minek örülsz a legjobban, az óra, vagy az egérpad, vagy nyakbalkasztó, vagy mindhárom? Hát egyáltalán annak, hogy sikerült bekerülnöm a műsorba, már maga meglepett nagyon, és nagyon örültem. Hát ez ugye teljesen váratlan. Az módon. Órának hát a legjobban, igen. Nagyon klassz, ez egy kis konzerves doboz, amit félig szabad csak letépni, le lehet tépni egészen, falra is akasztható, lábtámasza is van, nagyon szeretik, egy nagyon helyes kis relikvia. Csak akkor csalódás, hogyha másra számít, azt is mit tudom én, például pucoltál hozzá egy kis lilahagymát, csorgattál rá citromot. Nem, igen, fogok. Igen. Éva, ügyesek vagytok, küldjük nektek, jó? Köszönjük szépen, köszönjük. Köszi, hogy minket hallgattok. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csengerben van egy kora gótikus késő román templom. Hát ez meg fantasztikus. Tök szuper, menjél, nézzen. Sok sikert. Gyerekek, ki az, aki az SMS számunkra elküldi az SMS számunkat? Aha. Hát, hogyha nem tudnád, akkor elküldi, hogy... Igen, 8 óra 50-kor jött egy SMS, aki elküldte nekünk a saját SMS számunkat. Mi játszódik le ilyenkor egy hallgató fejében? Ez bennem mindig akkora talány. Nem lehet, hogy az annak küldte neked? Rosszul mondom. 30-at mondok, vagy 20-as mondok? Ki az, aki elküldi? Fölhívjuk? Megkérdezzük csak tőle. Csak kíváncsiságból, hogy mi a célja? Akkor kikapcsolom a telefonom. Csak két nálam csörögjön. Miért ilyen lassan tercsed? Direkt, hogy ne kapkodj, jól meggondolhast. Hogy akarok a tárcsázni? Engem, hogy ez nyomógombos, olyan gyorsan tárcsázol. Ez úgy teszem, hogy tárcsázol, figyelj. Hát já, csak ez most kíváncsiságból, tényleg. Küldetek már el SMS számot rádióban? Igen. De magát a rádió SMS számát. Voltunk, rendszeresen játszottam a bumerángot. Balázs, Morning Show, hello! Sziasztok! Hello! Szia! Nyertél egy személyes beszélgetést velünk. Itt vagy? Hello! Ez ilyenkor mit jelent? Nem tudom. Ez mit jelent? Kirak és várakoztad? Itt vagy? Lehet, hogy van egy bejövője a Music FM-ből is. Te hallod, hogy igen. Olyan, mint a közben itt lenne? Még gyorsan megpróbálom még egyszer. Ilyen külföldi számoknál szokott így. Nem? De milyen külföldi szám? De... Jó, most blöföltem, hát amikor adam által bejön. Nem jött be? Nagy ügy. Nem tudom letenni, nem engedi letenni, de most. Engedd el a pal kezed. Ez csak kíváncsiság volt, de abszolút tényleg hogy érdekes. Miért? Hogy miért? Aztán menjünk hírezni. Soha többet nem érted el ezt a szám. De... Az olyan, mint amikor egy melléket keresel, és félretesznek téged, vagy kapcsolják az adott melléket. Itt vagyok. Na, eltűntél az előm. Na, hát megszakadt a vonal. Igen. Elküldted a saját SMS számunkra a saját SMS számunkat. Elnézést, a játék megoldásra szerettem volna elküldeni, ja. Rossz a telefonom, úgyhogy azért. Ja, értem. Tehát, hogy a reklámblokkban a játékra jelentkeztél? Igen. És oda elküldted a saját, a mi SMS számunkat? Véletlenül, igen. Ja, jó. Ja, semmi baj, nem, csak nem, meg szerettük volna ezt megfejteni. Azt hittem valami kicsit ilyen komolyan magyarázat van a dolog mögött. Jó? Nem, rosszul működik a telefonom egy kicsit. És igen. Azért. Azt hittük, hogy rosszul mondjuk, és hogy... És akkor azon változtatunk. Hol hallgatsz minket? Munkahelyemen, feltűnően. Úgy értem, helyileg. Helyileg? Hát ezt inkább nem mondanám meg, mert nem biztos, hogy jó dolog lesz, hogy én ezt elmondom, mert... Város? Úgyhogy... Városban? A város se lehet semmin?
De Budafok. Jó, 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 jó. Egy keresztnevet mondod, csak hogy tudjuk, hogy kivel beszélt. Péter. Oké, okay, Péter. Jó, jelentkez a játékra, akkor hát a sikerül, jó? Jó, jó. Oké, okay, ciao, hello, hello. Sziasztok. Döbbenet, hogy az emberek nem merik elmondani, hogy félnek, hogy kirúgják őket egyébként. Nem? Tehát, hogy attól kell félni. Tiltva van ugye az SMS, meg a telefonhasználat a munkahelyen. Aha, mink az érthető, akkor igen. Akkor nem nagyon kiabálsz. Igen, 3 perc, pontosan 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig várunk friss közlekedési híreket. Mi a helyzet az autópályákon, az utakon, a hidakon, a rakpartokon és Budapesten kívüli nagyvárosokban, kisfalvakban, mindenhol. Jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 4:10 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. És miért lihegek így, mint a futottam nem volna? Tudom, miért ugye? Kicsit erős izgalmi állapotba kerültem ettől, hogy megköszönünk, de nem tudom miért. Nem tudom, nem futottam, itt üldögéltem, meg áldogáltam. A futással egy kört mentél egy 2 hete, azóta se gondolom, ugye? Hát, ugye most elutaztunk, ott a nem nagyon futottam. Nagyon fontos egyébként az edzések után, mert úgy fejlődsz, Feri. És igen. Most ő pihen. Ma lesz egy meccsem, meg holnap is egy meccsem. Mi focizok? Nem, nézi a tévét. Nem, nézem, ma Brazília. holnap még egy hétvége játszanak a hollandok, egy csomó meccsem van most. Nem, játszom, teniszezem. Na de azt mondtad, hogy most leszáll a ágba vagy, mert hogy már elfolytak a vállalkozók. Igen, már ja, de most igen. Akkor... Nem, most egy csomószor kikaptam, most találtam 2 8 éves játszot, aki kiállt el, úgyhogy ma a rommáverem őket, és akkor megyek utána 10 éves, játszom 14 éves, újra visszakapaszkodom majd a felnőtt kategóriába, most nagyon gyenge gyerekekkel játszom. Ja, ezért foglaltattál tegnap el egy pályát a teniszhoviban, Juliban. Kérdeztük, hogy viszed a Benit? De nem. Igen, teniszkarrierem meglehetősen hullámügybe került, folyamatos vereségek közepette állok most, de ma is játszom, és holnap is, és 2 kifejezetten gyengébb ellenfeles. ma újra lesz önbizalma. Sérülések hátráltatnak, vagy sok tehetséges teniszedzővel játszanak? Nem, jók, akik játszanak, meg edzővel játszanak, és én nem játszom edzővel, nem járok edzőhöz most, és ez nagy baj. Na te várjál, de hát ők nem játszhatnak edzővel, mert edzővel csak a profik készülhetnek. Miért? Érted? Amatőrként is elmehetsz edzőhöz, hát van egy edződ a Pasarét úton, a Vasas pályán, az Idomon, a Kosztolányin, bárhol, ahol játszol. Jó, ki is csináltad magadat, próbáltalak visszahozni, lemondom. Jó, de hülye vagyok. Ez jól csináltad, ez ügyes volt. Nem, hát amatőrként is hülye vagyok. Nem, mert elkezdtem az összes meccset utólag. Igen, elkezdem megmagyarázni, hogy miért nem ehetnél te edzőt. Nem, hát megáll a fejlődés, ha nem edzel edzővel. Tehát akkor egyszerűen nem ugyanazokat a hibákat követed, de ellenfejtőd, kellene egy edző, aki ezeket kijavítja. Edző? Jegyző? Nem. Jó, veletek teniszről beszélgetni, az olyan, mint velem fociról. Tehát, igen. A teljes Mariannáról. Kell egy aláírás címpéldány is minden egyes mérkőzésre. Istenhegyi úton a 12. keletben mérnek, Isti küldte nekünk. Aztán Csornán van egy trafi, a fehér Seatból, mint mindig. Ezt Vártás Joe üzeni nekünk, és a 75-ös troli minden rendben, nagy dugó van a Hungária-Kerepesi kereszteződésében, a Stefánián, a szervek mozgolódnak, boldog házassági évfordulót a kedvesemnek. Ez milyen, hogy nem maguknak, csak a kedvesének, nem? Ez a csülök, toljad neki. Jött. Ez a kaszadalra. Jött még a kaszadalra, igen. Srácok, feladtam a lottószelvényemet. Ha bejön a hétvégén az 5-ös, akkor ti is kérhettek egy valamit, vagy bármit. A jó tündértől? Igen, mert ügyesek és bátrak vagytok, mint Viktorka, szurkoljatok. Én, hát én nem. Ez nem csima, de szerintem azt hiszem, hogy van egy olyan legókészlet, hogy nővérszálló, én abból kérnék. Tudjátok, hogy az Árpád hídnál az aluljáróban ma csúszdázni lehet egészen 18 óráig? Ez nem vicc, de vajon minek is? A kérdés egyébként nagyon jó. Hol? Az Árpád hídi aluljáróban. Oda megyek. Közvetlen adás után oda kell mennem. Hát próbáld már ki. Miért? Hát, hogy ne csúszdázhatsz egy aluljáróban? Nincs lépcső nyilván. Hát eleve készülnem kell. De mi ez, nem egy Boeing, az Anakondára? Ez nem egy Boeing, amiről én lecsúszdázom, hát nincs lépcső. Felújítják az egész környéket, ez az egyes villamosnak az ottani állomása, és az valószínűleg az, hogy nem működik a lépcső, és az a gyerekek akkor csúszda. Ja. Tök jó. És aranyos idősek. Idős nagypapák meg már csúszdáznak le a mozgó lépcső helyett. Hát mennyire csúszdázni, hogy így is tényleg készülsz a Szegedi Anakondára. Mint abban a klasszik reklámban, amiről múltkor beszéltem, amikor a papa meg a mama csúszda, a Sárvári Termálkristály. Na, hát akkor én ki is próbálom azt. Így van, mert ő ugye az Anakondára készülök most Szegedre, hát ugye 2 dologra készülök alapvetően ott, az egyik az meg készülnek a Szegedék, és ha halásik olyan az Anakondából, meg hogy halára etetem zót csemegével a Badas Parkban azokat az állatokat, akiket lehet tekenyetlen. Döbbenet, tehát az a szegedi csúszda, amire készülsz, méltán világkirúgó. Egy perc a menetidő. Láttam, hihetetlen, tehát egy nagyon kemény 16 km/h legyőzte, hogy 16 km/h sebességgel egy csigacsúszdá jössz le, 40 évesen erre komoly lelki felkészül.
és kell egyébként lecsúszni egy csúszdát. Miért? Hát én nem csúszdázok soha, ne bánts már. Nem, te hogy bántom, csak mondom, hogy ez nem lesz fel. A csúszda nem tűnt fel, hogy amikor hallod a hangot, akkor azt mondja, mert lassítani kellett, hogy szemmel követem. Ott nem leszek így egy csütörtökön lecsúszni. Jó, lemegyek előre, hogy ez mennyire durva. Hihetetlen durva. Csak lassan 50 évesen lecsúszni egy csúszdára, amiben sötét van, ez annyira durva, hogy ez el sem tudom képzelni. Nehogy aztán egy szívinfarktus kapja, mi mászunk fel a lépcsőn, mert nem foglak szájból szájba lélegeztetni. Jaj, de kár, ezt megnézni pedig. Nagyon durva, legalább arra 15 méteres csúszdára felmászni, hihetetlenül durva lehet. Szerintem és akkor... Ó, akkor én is indulok! Ott a barát! Ne! Akkor én is! Srácok, nem szóltunk, hogy az a csúszda egy éve üzemen kívül van. Igen. És nincs minden medencé. Figyelj, ha nagyon félsz, igen, akkor a Benny kiukasztott a Törökországban a karúszóját, és kapott két új karúszót, én ezt ráteszem. Jó? Ez verdás karúszó. Tehát ha nagyon megijedsz, akkor én elhozom a két karúszót, és a Benny is ott lesz, fölfújom neked. Jó? És kigyártott a verdás kó. Fernando Verdacó. Egyébként egy természetező. Jó, te teszek rá karuszok, úgymond, nagyon brutális. Nagyon jó. Egy perc, ez szabad esét, és kamikáz egy hihetetlen durva űrcsúszdán lemerjél csúszni lassan 50 évesen. Tehát ez nagyon jó, ráadásul kérdem szó felénk. Úgyhogy figyelj, én ennek nagyon örülök. Viszont van egy olyan dolog, amit el kell nektek mondanom majd hol. Így van, nem, nem, ma. Most igen. Nem mondhatod mindjárt, csak van egy fontos játékunk, és egy kérdést kell feltenni, mert szeretnénk két hallgatót eljutatni az arénába, hogy legyenek ott. De úgy bármikor legyenek ott? Nem, nem, mert hogy ja, ugye jön a Top Gear-es nagy aréna show, és ezért két fő számára backstage túrát ajánlunk, valamint Stiggel közös fotózást. Hopszi. Hopszi. Bizonyám. És ugye ez egy nagy aréna show lesz, és egy hallgató ott lehet másodmagával ezen a nagy Top Gear show-n. Ha helyesen válaszol egy kérdésre, ami most hangzik el. Miért mondom úgy, mintha Definitív bácsi lenne? Mert közben az én szememben nézel, és látod az értetlen. Igen, így szól a kérdés. Jó, SMS-ben. Elmondom még egyszer lassan a buta kisgyerek kedvéért, aki a szembe ül velem az asztal. SMS-ben kell elküldeni jó választ. Mondjatok legalább egy műsorvezetőt a Top Gearből. Három van benne. Plusz a Stig. Hát, így ő van. Nem vezető, ő nem. Ő nem beszél soha, ő csak tesztel. Ő csak tesztel. Igen. Így van. Tehát egy műsorvezetőt a Top Gearből, de ne a Stiget, hanem a három közül valakit. Jó? SMS számunk változatlan 06-745-00-00. Kettő Morning Show hallgató ott lehet egy backstage túrán, és a Stiggel közös fotót csinál, valami megnézheti az arénában a nagy Top Gear show-t. Jó? Adás végén sorsolunk. Na, csak mielőtt belekezdesz a történetbe, amit akartál mondani, ígértem valamit, hogy feljebb tornázzuk a 60 ezeres látogatottságot. Hát. Jó? Istenem. Vézolika, Balaton. És milyen szép a szóló rész. De micsoda szóló. Kidolgozott, hú de jó. Kezemben alánkosom, lemerül végre a telefonom, kizárom most minden gondom bajom. Vézolika, Balaton. Csak téged imádlak én. Micsoda kiállás. Balaton. Pezelő naptűz. Tiszta latin, mi? Hallgatj. Árnyékom egy bűz. Most jön el, figyelj. Számban lángos íz. Vízi bicikli. Drepines csúszdás, csúszdás csopanás, ezeket mind én akarom. Akarom. Nagyon nagy arc. Én akarom. Siófok Banderasza. Így van. Újra a Balatonon. Figyelj. Ha. Itt van már kezemben a gitárom. Várok rád, hogy újra éljük azt, amit már százszor. Nagyon latin. Pardon, zseniális. Kiállás? Tűnőben ott. Korsom szélén hat, tálcámon kesze, tűnő ezresek, hangol a primás, lelkem táncot jár, nekem nem kell más, mert én
Na jó, és óriási. Vézolik a Balaton, ugye tegnap találtuk egy gyöngyszem, nem ismertük, mulatos egy óránk volt, ugye, egészen véletlenül, és vézolik a Balaton 47 ezerről, már fölment 60 ezerre, hogy beszéltünk róla. 100 ezeres látogatottságnál vézolikát megtaláljuk. Ennyi. De nem azért, hogy bántsuk, hanem hogy adásba rakjuk és meghallgassuk. Hálásak vagyunk, aki nagyon építi a Balaton imázsát. Vézolikát nagyon-nagyon szeretjük. Na jól van, a kérdés elhangzott, az SMS számot mondtuk, mit akartál mondani? Ja, képzétek el, hogy egy korszakalkotó magyar találmány született, aminek én nagyon örülök. Tegnap bukkantam rá egy futóblogon, és képzeljétek el, nyilván nektek is problémát szokott okozni a büdös edzőholmi mosása, ugye? Hát, te most, hogy mondod, de fővincsigáztál. Kövezd meg ezért, de soha nem okozott semmilyen problémát az, hogy edzőcuccom, az büdös. De ennek két oka lehet, A, nem edz az ember, B, kimossa. Aha. De hogy mi? Te mi mindig a büdösben? Én olvastam egy olyan srácról, akit úgy hívnak, hogy Vadó János. Őszinte megmondom, és szerintem ez egyik sokaknak okoz problémát, akik rendszeresen izzadnak, és rendszeresen ugyanazokban a holmikban izzadnak. Ugye egy idő után egyszerűen moshatatlanná válnak ezek a cuccok, amik még jó állapotban vannak ugyan, de hát gyakorlatilag kisebb, sőt, hát nagyobb közösségben, aztán pláne, de kisebb közösségben is, mondjuk egy ilyen mikroközösségben, mint a család, sem hordhatók már a szaguk miatt. Én nem tudom, te miért izzadsz, vagy te mit csinálsz, de berakok egy mondjuk egy teniszpólómat a mosógépbe, és azt kellő, nem ellátom mindenféle ilyen mosódió, meg nem tudom, mi vegyszereket nem nagyon használunk, akkor na, simán kihozza, tehát nem tudom, te mi vagy, egy alien, vagy savatizzat. Hány éve, tehát lehet, hogy nem 3 évente kellene edzőpólót cserélni. Nekem kijön. Akkor már annyira beleívódik a szak, tudod, 3 év után, ahogy te most látod, hogy akkor meg már nem jön ki. Mennyi ideig használsz egy pólót? Vagy mennyi ideig edzel egy pólóban? 3-4 évig biztos. 3-4 évig? Tényleg, van ilyen pólóm, olyan technikai pólóm, ami már mondjuk így ilyen 4 éve használok. De nem is mosod közben? De elvétve. Aha, hát, de nyilván, ez a baj. De 4 évig használtad, 4 éven keresztül beleizzadsz minden második nap egy hóla, persze, hogy nem tudod kiszedni. Gyakorlatilag kimoshatatlanná válik. De ne a mosógépet hibáztasd, vagy a módszert, hanem vegyél egy új pólót, és akkor nem leszel büdös. Hát, a póló egyébként még várjál, hát nem foszlott szét. Az még egy jó póló, mondja a János. Na de 4 év beleizzadásnál semmivel nem tud kimosni. Miért vennék egy pólót? Honda fan vagyok. De hogy, de tehát, hogy tök jó állapotban sajnálom kidobni. És most tegnap mondom, pont olvastam egy ilyenről, hogy van egy magyar mosodás, aki már évek óta foglalkozik, egyébként profi módon, profi mosodásról van szó, 20 éve csinálja ezt a dolgot, és nagyon sokszor keresték már meg ezzel, például profi sportolók is ezzel a problémával. Ő egyébként a saját bevallása szerint azt mondja, hogy a hokis edzőcuccoknál nincsen büdösebb a világon, tehát hogy a hokisok azok, akik egyértelműen viszik a prímet. Ebben a dolog hát, hogy egy olyan anyagról van szó, ezek védőfelszerelések olyanok, hogy felszívják az ízlecsek, gyakorlatilag moshatatlanok. És ez az ember, képzeljétek el, kitalálta a módszert, megtalálta, hogy mit kell csinálni, ez pedig nem más, az az eszköz, amivel meg lehet tisztítani a ruhákat ezektől a szagoktól, az ózon. Aha, hát az ózon 3000-szer nagyobb baktérium ölő hatású, mint bármilyen más fertőtlenítő vagy tisztítószer, és egy ilyen régi mosógéből meg egy ózongenerátorból létrehozott egy olyan szerkezetet, ami 10-15-20-30 perc ózon besugárzással eltünteti az összes baktériumot a cuccaidból. Ha jól értem, ő így csinál ózont, ugye? Így van. Tehát, hogy így van neki egy ózongenerátor. Egy ózongyártó kis parok. Vagy, hogy ezt elhízed, ne haragudj. Ez fantasztikus, és hát minden háztartásban van 2 liter ózon. Tehát, hogy simán odaadom. Én a mosódió mellé mindig rakok egy 2-2,5 deci ózon. Tehát teljesen egyértelmű. De várjál csak visszatérve, ez nagyon izgalmas, hogy ózon tesz hozzá. Tényleg, milyen bepisilek, annyira izgalmas. De hogy kiveszed a mosógépből az edzőpólódat, és büdösen veszed ki, és már úgy teregeted, hogy tudod, hogy büdös? Nem. Amikor felveszed, és egy nagyon picit belekezdesz izzadni, abban a pillanatban jön elő ez a több. Na jó, lehet nem részletezni, mert hát a gyerekek is hallgatnak minket, vagy valaki fogyaszt esetleg. Aha. És ilyenkor se gondolsz arra, hogy talán le kéne cserélni a pólót, vagy venni egy újat? Nem, mert jó állapotban van. De nincs jó állapotban, hát büdösen veszed föl már. Jó, max elajándékozom. Hogy a gyerekre hagyom. Sajnálom kidobni. És akkor most minden háztartás, aki ebben a probléma, vagy ezzel a problémával szenved, vegyen egy ózonos mosógépet? Ez, figyeljétek meg, ez lesz a mosás, tisztítás, az otthoni háztartás új nagy áttörése. Egy óriás, egy magyar szabadalom. Hát egyébként figyelj, a H150-es ózongenerátor 36.002 plusz áf. Na tessék. A hülyének is megéri. A hülyének is megéri, közd rá hideg vízet. Hát érted, ne, hát bevezeted a mosógépbe a ózongenerátort. Na?
Vegyél egyet otthonra, bevezeted a mosógépbe, és akkor te is ózonozol. Erre akartam kiukadni. Gyere, remélem, lehet, hogy hallgat. De most tudom, hogy az egész adásod, én vagyok mindig az, aki az ECSG-ben, hogy mindenkit rosszra visz, meg nem tudom, de hogy nem egyszerűbb venni 3000 forintért egy új pólót, de tényleg. De mielőtt beleraksz egy ózon, és én imádom a magyar találmányt, és a magyar ember jó eszű. 3000 forintért csak kék termékeket veszek. Jó, 900-ba kerül. Na azért, ne, de 3000 forintért, igen, te veszel 16 darab pólót. Tehát mielőtt itt rákötjük az ózont arra az edzőcucra. Sajnálom, neked is biztos vannak olyan cuccaid, amiket tökre szeretsz, és én hogy nagyon nehezen válsz meg tőlük. Hát én nem vagyok ilyen tárgyfetisiszta, tehát egy edzőpóló az nálam nem okoz azért nagy problémát, tehát pont tényleg 1500 forintért veszel a kínai, mint a 3 darab edzőpólót, de egy rossz oldalról közelített, tehát a találmány az önmagában nagyon jó, tehát vegyél egy pólót magadnak, és akkor négy évente cseréld, hanem mondjuk fél évente, és akkor nem lesz ez, hogy kiveszed a mosógépből, és már a teregetésnél érzed, hogy nem volt teljesen egyértelmű a mosás. Na de nem? Akkor mi fogja generálni a technikai fejlődést a világban? Ha nem. És ezt egy magyar ember találta ki? Igen, egy magyar mosodás. Uh-huh. Aki nyilván szakmájából kifolyólag, meg már nagyon sokan megtalálták már ezzel a problémával, elkezdett ezen agyalni. És nagyon sok mindenféle dolgot kipróbált ő is, mint ahogy egyébként akik ugyanezzel a problémával küzdködnek az országban, nyilván nincsen más, csak én egyedül. Nem, még valakinek kellett lenni, aki írta egyébként azt a bizonyos posztot, ahogy megpróbálkozott ecettel, szódabikarbónával, vannak olyan moshószer gyártó cégek egyébként, akik külön szakosodnak már ezekre a dolgokra, és sportruházathoz gyártanak mosószert. Aha, húzott tartalmút. Mekkora nem, biznisz? Ők még ezt nem tudják. Nem. És ez a pára most ezt szabadalmaztatni akarja, és akkor ezzel berobban? Hát én nagyon remélem, hogy szabadalmaztatni fogja, de egyébként én valószínűleg meg fogom őt keresni, és elviszem hozzá azt a két pár zoknit. Nem olyan valamit valójában nem tudsz kimosni, tehát például a boxolóknál a kesztyűs hasonló. Igen. Tehát, hogy mondjuk egy kesztyűszárító van jobb helyeken, sajnos a magyar patinásabb ökölvívó kluboknál sokszor ugrókötél sincsen, nem hogy kesztyűszárító. Igen, tehát a kickboxosok is bármit csinálsz a kesztyűvel, egy idő után a kesztyű annyira beleizzad a kéz, hogy tényleg nem jön ki. Most a komolyabb felszerelésekről beszélünk, azt nyilván nem tudja az ember mindig megvenni. Tehát ott is jól lehet az ózon. Ott is jól lehet az ózon, persze, de mondjuk ha pólóknál maradunk, talán érdemes, mit tudom, pólót venni, vagy a kickboxosoknál van lábvédő. Egy idő után bármit csinálsz azzal a lábvédővel. Hogy visszahoztál. A kesztyű az egy nagyon, mert a kesztyű már az egy drágább történet. Hát a kesztyűt nem tudod mindig megvenni, tehát a kesztyűt moshatod, tehát akárhány unciás, bármilyen kesztyűd van, egy idő után olyan szaga van, hogy megbolondulsz tőle. Tehát ezt nem tudod kimosni. Ebben van igazság. De ha a pólónál maradunk, azért az orvosolható probléma. És akkor ti mosás után szellőztettek mindig? Tehát nálatok a teregetésnél van a szellőztetés, mert mindenhol az egy jó illat, ami szállingozik a lakás, és akkor mondják, hogy Jani tereget, a virág nyisd ki az ablakot. Nem, kint alszanak már a teraszon hónapokhoz. Vagy már csak a szabadban tudsz teregetni. Nem, hát ez egy jó ötlet, nem tudsz mindig mindent megvenni, persze. De a pólónál egyértelmű, hogy azt nem csinálná más. És tök jó az ózongenerátor, ha veszel egyet, mondom még egyszer, 32 plusz áfáért, bevezeted a mosógébe, és az a véded a környezetet is, mert az ózonlyukat befoltozza. Ja, igen. Jó, mondjuk azt elfelejtettem mondani, hogy amúgy elég erőteljesen ki kell szellőztetni utána, mert hogy egyébként az ózon az mérgező. Hát azt elfelejtettem mondani. Ez remek ötlet. Kicsit a vízkötő kiukad a cső, tudod, minden második háztartásról minden cső mindig kiukad, mert a vízkő megeszi, bemarja, felmarja. És utána kijön, és kicsit a család megszédül, hát akkor van egy illatos pólója, viszont ketten már picit meg ózonmérgezéssel fekszenek. Jó, én mindig a más oldalról közelítesz dolgokat, mint ahogy én közelítek, de ez jó. Az innováció. Nagyon jó. És közben énekeled a Dragostati Dejt. Az volt az ózon együtt. Ja. És az gyakorlatilag akkor minden irányból be van támadva ózonnal. Na most neked lenne egy büdös pólót, tessék. Kivágnám a francba, és vennék egy újat, ha kimoshatatlan. Ugye, hogy nem maradjak azért ezzel teljesen. Nem, ugye, ezt hogy, veled tehát, vagy edző félmeztelenül. Nem, soha nem értettem. Dehogy nem. Mondjuk egyébként van egy rakás mászó van egyébként, aki így... A mászás ezt nem értem, mászik, mert ott illetve futóknál is látod, de hogy nekem ez az izompólós, meg hogy hívják, meg póló nélkül, meg ezek ilyen... De baj az, ha valaki félmeztelenül fut például? Szerintem, hogy csaj, akkor abszolút nem. Egyrészt ritkán látok ilyet a Margit szigeten. Felesleges magamutogatásnak tartom, egyrészt, másrészt meg amúgy elég praktikátlan is, hogyha kint úgy futsz, hogy közben hétágra süt a nap. Azért az jó. Meg az én bőröm az mondjuk amúgy is egy ilyen érzékenyebb bőrtípus, úgyhogy nem annyira örülnék egy melanomának. Most mi a baj a futókkal? Jó testű, izzad, meleg van, hadd csorogjon, nem? Hadd csorogjon. Baj az, ha valaki félmeztelenül fut, tehát a járás. Igen.
Nekem az úgy nem. Nem tetszik? Nem, nem. Én filmesztelen azt megértem. Azt tetszene, mert abban én érzem az öniróniát. Van egy humorforrás. Igen, igen, azon sokan nevetnénk. De hogy egyébként egy jó futó, egy jó kidolgozott testű ember végigfut a Margit szigeten egy klotgatjában. Semmi, semmi. Van, amikor ez a dolog, ez praktikus. Például, mint a triatlonistáknál. Na. Ott azért van egy praktikum, mert mondjuk az öltözködéssel nem akarnak időt veszíteni, ha profik. De most is sima hétköznapi futó vagyok, és nekem melegem van, és én leveszem a futás közben a pólomat, akkor ti lenéztek engem ezért, hogy én mesztelenül futok? Tehát ciki vagyok, hogy mesztelenül futok? Nem, nem, nem. Van, bocsánat, nem mesztelenül. A te tested nem, a te tested az legyen közkincs. De nem. Mindenki. Én bírom, ha valaki félmesztelenül fut. Én rengetegszer sétálok a családdal a Margit-szigeten, és ott közben elfutnak félmesztelen férfiak, nők sajnos kevésbé, de hogy én ezt nem érzem annak, hogy ezzel valaki mutogatja ő most. Hát melegem... is utánunk fütyül. Hello, cica, fiú. Viki, ugye, hogy miért fütyül? Ez most melyikünk volt? A Viki fütyül után. Az viszont tud, az viszont tud. Meg nem is kell egyébként ezeket a mostani technikai pólók már olyanok, hogy na jó, kivétel az enyémeket, amik 5 évvel ezelőtt így. Neked nincs elég, igen, neked nincs elég, igen. Amik átteresztik már ugye. Az izzadságot. Tehát van megoldás is, érted? Ott a megoldás, hogy veszel egy új technikai pólót, ami áttereszt az izzadságot, nem büdös. De te, nem, de te 4 éve büdös pólóban edzel. Jó, akkor majd hazaviszek innen az izzétre a gyártástól egy ilyen lukasztót, ilyen papír lukasztót, azt perforálom. Na, ott, ahol kell. Az. Vagy klasszos pólót kérjél tizet, és akkor megvan oldva. Figyelj, te is utána veted majd magad egy rablónak, megfogod a lábát, és erről beszélsz a rádióban, akkor téged is fölhívlak, hogy elmondom neked itt, hogy te is kérhetsz egyet, kérjél egy ilyen pólót, és akkor veszek neked nagyon komoly 1600 forintért egy ilyen pólót, és nem kell büdös pólóban edzened 4 éven keresztül, vagy nem kell várnod a magyar találmányokra, hogy feltalálják az ózonos mosógépet. Jó, de soha nem sérült, hogy a tündér egy fél órát még maradhat is. Egyet kérhetsz csak. Nem, nem, több kívánságod nincsen. Na jól van, elmondtuk a kérdést, jó, gyorsan még egyszer. Egy műsorvezetőt kell megnevezni a Top Gearből, és valaki ott lehet a Top Gear showján az arénában, ahol ugye hát mindenféle autók száguldoznak, majd robbannak, törnek, reméljük, hogy mindez tudatos lesz, nem a véletlen műve, és két fő elmehet backstage túrára, és Stiggel közösen fotózkodhat, valamint megnézheti ezt az arena showt, ehhez egy valakit meg kell nevezni a Top Gearből. Ugye? A három műsorvezetőből egyet. Így van, ez nem sokára lesz ez a rendezvény. Júli 1-e lesz ez a rendezvény. Így van. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk egy pici reklám után a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, nem sokára mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Ugye, korra reggel egy érdekes témát vetett föl a Feri, és kicsit nem azt mondom, hogy veszekedtünk, de más nézeteket vallunk a közlekedésről és a vezetésről. Ugye miből indultunk ki? Feri elmondta, hogy tegnap látott egy mentőt, és szirénázva ment a mentő, ugye, és utána ment egy, hogy mondtad, egy paras jippes, ugye? Nem, egy Audis egy volt, Audis. Igen, felhúztad magad rajta, és mondtad, hogy... Felmerált a sor, mindenki húzódott szét, és a csávó meg ment mögötte, ami... Ez valóban, ez balesetveszélyes, ez egy meglehetősen ormotlan dolog. És aztán itt éreztem egyfajta ilyen kis támadást, hogy ti és én. És elindult egy ilyen autosztereotípia megfejtés, vagyis melyik típusa mi a jellemző. Ez nem arról szólt ez a vita, és azért nehéz ebből ugye bestofot vágni, mert sokan talán kicsi önérzetesek és megsértődnek majd a hallottakon, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb autó. Egyszerűen arról beszélgettünk, hogy arról próbáltalak én benneteket meggyőzni, hogy nem csak a nagy jeepes autósok parasztok, vagy ne legyen minden jeepes paraszt, mert hogy miért kellene, szerintem ez nem így van. Van, aki normálisan megdolgozott azért, hogy ilyen autója legyen és egyáltalán nem bunkó, de hogy szerintem minden autó típusra megvan az a közlekedési, viselkedési forma, hogy viselkedik. Na ebből indultunk, de nem így nagyon értettünk egyet. Nem volt egyszerű dolgod, elég nehezen tudtad lerugdalni magadról a torkodnak ugró komondort és pumit. Igen. Mert hogy szerintem egy Suzuki is tud akár úgy viselkedni, hogy azzal hátráltassa a közlekedőket, egy Audi is tud bunkó lenni, egy kis autós is tud komplexusos lenni, és egy nagy autós is sokszor valóban parkol mondjuk olyan helyekre, ahova mozgássérültek állhatnak be, de szerintem a nagy autónak, a kis autónak mindenkinek megvan a saját sztereotípiája. Próbáltam védekezni, meglehetősen vehemensen támadtatok rá. De megpróbáltam védeni a mundébecsület. A csarkodban. Igen. Ugrott neked a két blöki. És közben dobáltuk is valamivel. Igen. Úgyhogy erről beszélgettünk, a sztereotíp dolgokról, hogy valóban paraszt-e az Audi is, és valóban önkéntes rendőrködik-e mondjuk a Suzuki is. És beszéltünk Viktorkával. A hőssel. A hőssel, aki ugye tegnap vagy tegnap előtt megakadályozta azt, hogy a nagymamáját kirabolják.
Ugye egy nagyon helyes történet abból a szempontból, hogy Viktor ugye utána vetette magát a rablónak, és ráment a rabló lábára. A lábára rácsimpaszkodott, és ezzel is lassította a menekülésben. Igen, felhívtuk az anyukáját, hogy mondjál, hogy mi történt, és ugye ez fényes nappal történt, letépték a nyakláncot a nagyomány nyakából, Viktorka pedig a rabló után rohant és megfogta a lábát, beszéltünk az anyukájával, majd Viktorkával is tudtunk néhány mondatot beszélni. Nagyon helyes volt, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Na. Hello, Csabi! Jó reggel. Intéztetek neki egy legúcsimát. Hát még nem, majd most. Nagyon nagy forma. Péntek reggel megkapja. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Meg hihetetlenül bátor. Hát, hihetetlen. Egyébként ez tök jó, amit mondod, hogy szeretne felnőtt lenni. Nekünk is álmunk volt, hogy minden gyerek erről álmodik. Most meg gyerekek szeretnénk lenni. Igen, most meg nézed a gyerekedet, és azt mondod, hogy de jó lenne csak 5 percig csak úgy a jelenben lenni, ahogy ő tud a jelenben lenni, se a múltban, se a jövőben nem, csak ott azzal az adott homokozóval vagy traktorral. Nekik nincs más, csak az adott pillanat, annyira jó. Ugye te is vágytál erre. Én is kíváncsi voltam, de valószínűleg ugyanez van a Viktorban is, hogy az milyen lehet. Pont tegnap volt, hogy mondtam a srácoknak az első fél idő után 3-4-11-kor most már el kéne menni aludni. Ezek ti megnézhetitek. Jaj, tudom. És olyan irigy voltam mindig, hogy ők nézhetik, nekünk meg le kell feküdni. Igen. Ti még itt nyomjátok az internetet. Igen, ja. Jó, hát mi felnőttek vagyunk, nekünk ez szabad. Ne irigyelj, na, ezért szeretném. Én irigyelhetnék téged, még akárhány csajod lehet. nekünk ez a hajó elúszott. Így a... Ez a bugyi marad örökre. Ugyanaz a bugyi marad örökre. Bizonyán. Na jól van. Hívjuk a naphallgatóját, jó? Nem a naphallgatóját, hívjuk először a játéknyertest, aki ott lehet az arénában, a Stig Show-n. Stig Show? Stig is ott lesz. Stig is ott lesz. A live Top Gear Show. Na? Igen? Balázs, Morning Show, hello! Sziasztok! De jó. Hányszor örültek nekem így régen. Hello! Csak ennyit mondtam. Ne hívjuk nekem, ez az első gyerek életemben. Hát honnan tudod, hogy azért hívtunk? Ja, miért biztosok? Hello, Móni. Móni, jó helyen vagyunk? Igen. Móni, írtál nekünk SMS-t? Ugye? Igen. És azt írtad, hogy a pároddal ezt nézitek a kapcsolatotok eleje óta? Ez komoly, tényleg. Összejöttünk rá egy hétre, mondta, hogy tud egy tök jó sorozatot, ami ilyen autós sorozat, és kezdjük el nézni. És mindig ezt nézzük angolul. De jó, és értitek is, hogy miről van benne szó? Beszéltek. Igen, egyébként nagyon jól beszélnek benne angolul, tehát nagyon szupán beszélnek angolul. Igen, ezt a nagyon angol-angolt beszélik egyébként, sokkal nehezebben érthető, mint az amerikai angol. Ami próbálj meg taxit fogni New Yorkba. Igen. Figyelj, Móni, mi volt a jó válasz? Mit írtál? Hát én szerintem minden nevet elküldtem, de egyébként Richard Hammondot küldtem el legtöbbször. Így van, Richard Hammond, így van. A helyzet az, hogy július 1-én lesz ez a show, és két fő számára ugye backstage túra a Stiggel közös fotó lehetőség, és ezt ti megnyertétek. Szuper, köszönjük szépen. Kit viszel? A páromat. Milyen nagy lett, ha bemondod a barátnőmet? Igen. Igen. Az igazán szép. Mióta vagytok együtt, Móni? Nemrég, tehát 8 hónapja, 9 hónapja. 8 hónapja. Akkor most még örömmel tévéztek. Lesz idő, amikor ez már kifogás. Hagyjad, inkább hagyd nézzem meg ezt a műsort. Most ne. Igen, de most még másról szól a dolog. Móni, gratulálunk, ügyesek vagytok, vagy ügyes vagy. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Még soha nem nyertél semmit? Úgy vetted fel a telefon? Tényleg, soha nem nyertem még. Pedig már nálatok is játszottam, vagy hát próbálkoztam, már több SMS-es, mikor a játék volt, de soha nem nyertem. De jó. Hol játszottál, vagy hol vagy most helyileg? Budapesten. Jó. Küldjük akkor nektek, jó? Nagyon jó mulatást kívánunk. Július 1-én délután, vagy este tegyétek akkor magatokat szabaddá. Jó? Jó, oké, rendben, köszönjük szépen. Mivel foglalkozol, Móni, egyébként mit csinálsz? Hát én egy cégnél vagyok, egy ilyen cégvezetőnek a helyettese. Cégvezető helyettese. Állatfelügyelőkkel foglalkozunk egyébként. Na jó van, és tudtatok erről a sorról? Tehát vágy volt, de jó lenne elmenni, basszus. Persze, én tudtam, meg néztem is azért, hogy mennyibe kerülnek a jegyek, de hát azért egy jó helyre azért láttam, hogy mennyibe kerül. Tehát én nagyon el szerettem volna menni. Figyelj, hát ha esetleg ő ezt most nem hallgatja, vagy nem... Biztos, hogy nem hallgatja. Köszönöm. mert Juventus hallgató, tudod? Nem hallgatnak rádiódban. Értem, persze, nyilván. Meg hát ő se akarja magát kínozni más műsorral. Hogy figyelj, hogy
ne mondd el neki ezt a dolgot, és mondd meg, hogy tegye szabaddá magát aznap délután. És nem mondd meg, hogy hova mentek. Szerintem ez egy jó dolog. Fogalma nem lesz, nem biztos, hogy összeteszi a dátummal, és egyszer csak kiszálltok az aréna előtt az autóból, vagy a BKV, és ott áll, és ott esik majd le neki, hogy hova mentek. Az tök jó, az ember úgy viszik el egy meglepetésre, hogy nem tudja, hogy hova megy. Jó, igyekszem ezt így csinálni. Jó, hát ez csak egy tipp volt, nem kell. Móni, küldjük neked, ügyes vagy, gratulálunk. Köszönöm szépen, köszönöm. Ciao. Hello, hello. Szia. De helyes volt, de nem? Jó, így hallani, hogy örülnek. Igen, igen. Jól van. Na, hívjuk a naphallgatóját még. Na, mondja, hogy Morning Show, ő is kap egy ajándékcsomagot. Gyerekek, mindig csak adunk, csak adunk. Csak adunk, hát, adunk, adunk, adunk. Miért kell mindig jó szívűnek lennünk? Miért nem lehetünk egyszer gonoszak? Morning Show? Oh! Micsoda, buja hang? Hello, hello. Fanny, hello. Szia, Balázs. Hello, Fanny. Minden lány hogy örül nekünk, nem gyerekek? Fanny, hol hallgatsz minket, hol vagy? Hát én az Oktogonon hallgatlak, a munkahelyemen. Ó, mit csinálsz? Hát egy esküvői ruhaszalomban. Tudom, hol van. Tudod? Persze. Az többször járt mi már. Volt arra egy leértékelés, vagy mi volt? De most vette magának új pártát és fátyot. És diadémet. Én nem emlékszem, hogy találkoztam volna veletek, de szívesen látlak bármikor titeket, bármelyikötöket. Ingyen ruha. Garantált. Ó, de jó. Az, ha egy új fehér körömcipőre lesz szükségem. Na, írtál nekünk SMS-t, azt írtad, hello, srácok, én megtaláltam a nagymamám arany fülbevalóját a hóban. Családi házat szeretnénk medencévet Ihanyban. Lehet, lehet csak sokat kell érte dolgoznod. Teljesítitek komolyan. Igen. Fanni, mit szólsz a kis Viktorkához? Helyes, nem? Hát nagyon teljes elevet a lábamról, tündérbogát. Ugye, 8 éves, igen. És ilyen kis abszett. Hős, úgyhogy igen, megy is majd hozzá az anyja. Fanni, te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, és azt nézem, hogy van plusz ajándékunk? Feri, nincs egy darab. Nincs. Akkor csak ajándékcsomag, idézőjelesen csak, mert az is nagyon szép. Jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök. Mi is örültünk, jó munkát neked, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Szia. Na, jól van. Na. Viszont van egy projekt, ami továbbra is fut, az szeretnénk... Ózon, tudjuk, az ózon! Az is, de hogy ott van Vézolik a Balaton című klipje, aminek a nézettségét fel szeretnénk tornázni 100 000-re. Most már nagyon közel van a 61 000, tegnap még csak 47 000, oszposz az apró, volt, úgyhogy előre a 100 000 felé. Ha van egy kis időtök a munkahelyen, jó, Vézolik a Balaton, jobbra pedig átlinkelési lehetőségek, órák szállnak majd el úgy, hogy nem is érzitek. Észre se veszitek, és már dúdoljátok. Igen, olyan gyöngyszemek vannak Vézolik a Balatonja mellett, hogy az döbbenet. Számban a lángos íz. Igen. De egyébként mit csinál most Elmiki? Fá, tényleg, mit csinál? Mit csinál most Elmiki? Elmiki bulizik, bam, bam. Elmiki bulizik, bam, bam. Micsoda, gyakorolj, gyere és gyakorolj rajtam. Igen, igen. Csabi, mi lesz a kívánság műsorban? Remek zenék? Hát most, hogy mindenkit oda küldtél a YouTube-ra, hát ne vicc. Konkurenciát csináltál nekem. Egyébként Rúzsa Magdit ajánlom az új dalával, annál is inkább, mert a klassz nyár idei állomásán, első állomásán, Szegeden, holnap után, már csak 2 nap, jön velünk Rúzsa Magdi is. 16:30, Erzsébet Liget. Így van, tehát az Erzsébet Ligetben lesznek a koncertek, Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, Hooligans, Ergo, és a Duganis téren lesznek a műsorok, tehát ott lesztek ti is, ott leszek én is a kívánság műsorra, délután a Vágópiros, a Klassz délután, na sőt, azon a helyszínen fog fellépni 10 órakor a Vastag Csabi, meg a Vastag Tomi is. Bizonyám, ők ugye, ők jönnek a Duganis tére 10-kor, ahogy mondod, így van. Így van, ahogy ti végeztetek, ők felpattannak a színpadra és énekelnek. Élő Vastag Csabi és Vastag Tomi koncert, ingyé. Ingyé lesz. Ingyé. A jó fejek vagyunk az egyik klassznyár állomására a reggeli időszakban 6-tól 10-ig elvisszük el Mikit. Nem meritek. Egy koncerten. Nem. Egy koncerten. Megvettem. Vagy Vézolikát. Vagy Vézolikát el Mikit. Én valamelyik. Vagy pedig akiktől elindultunk. Grófolyék. Kis grófolyék. Jó, meg vagyunk. Jó, Elmiki Balaton. Nem, Vézoli Balaton. Vézoli Balaton, 10 órakor Füreden elnyomja. Szerintem nagyon jó. Azért? A Jani Szabira meglátom. Ebben az évben. Hátul leszek kávézó. Ebben az évben a legnagyobb ötletet. És még nincs vége az évnek. És még lehet. Jó. Vézolik a Balaton, föllép valamelyik klassznyában. Ha van kedve, persze. Ez jó ötlet. Jó. Hát ha meg tudjátok fizetni. Hát, jó, inkább részéről a megtiszteltetés. És ha be vannak táblázva, van egy hajnali hapni valahol. Igen, van egy Wembley koncertjük. Remek zenék lesznek? Ja, és ráadásul a remek zenék, igen, a Rúzsa Magdi, elmondja meg, nem. Ja. De lesz játék, folytatódik a Kódos Lágerek a Klassz FM-en. Gyorsan elmondom, hogy a mai napi fődíjunk, úgyhogy ha valaki összegyűjti az összes kódot, minden 8-at, nyerhet egy Samsung Galaxy S5 okostelefont. Úgyhogy érdemes egész nap hogy maradni. Mi a játék lényegem?
Figyelni, figyelni. És a kódokat összegyűjteni. Jól van. Csabi jön a kívánságműsorra 555-55-00, ha szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg. Jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!